kormány mögött, vagy kint az utcán. Télen és nyáron a hajnal hasad, a meló van nagy, csak pirítod a hasad. Valami felrász, magához húz, perc már por előtt, vagy egy hiány húz. Tudod, hol a helyed, ha roppan két szó. This is Previously on Morning Show. A Best of Morning Show. Na, akkor menjünk tovább. A világ nézetük a sarkaiból fordult ki. Mi van még a tarsolyodban? Gyerekek, újabb kis érdekes történetet kell megfejteni. Ez ma mondom, ezoterikus. Reggel oknyomozunk. Mert hogy három oroszlán szökött meg az Ötvös Vándor cirkuszból. Senki se tudja, hogy mi történt. Megy a találgatás. És hát... ezek az oroszlánok megszöktek. Ez miért ezoterikus? Az oroszlán csillagjegy miatt? Az oroszlán csillagjegy miatt. Kettő, meg kellene fejtenünk, hogy mégis ez hogy történetet. Hogy a francba szöknek meg cirkuszból oroszlánok, úgy egyébként, hogy a szabadidő park mellett van egy lakópark, egy nyugdíjas otthon, egy szakközépiskola és egy kollégium, és elvileg oda is bejuthattak volna. Az oroszlánok végül egyébként mindhárom állat meglett, az egyik szerencsésen etetésre hazatért. Na, ez rendes! Ez aranyos. Szenzációs. Nem boldogult a nyugdíjas otthon hátsó kapujával. Vagy a nyugdíjasokkal. Igen, szenzációs híreket lehet olvasni egyébként, hogy mi történt. Állampolgári bejelentés érkezett a rendőrségre május 10-én 16 óra 7 perckor arról, hogy a Benkó Zoltán szabadidőközpont zárt, zárójelben vízműdomb területén az ott állomásozó cirkusz által közül két oroszlán ismeretlen körülmények között elszabadult. Aha. Na most ugye nem csak kettő, hanem a harmadik is. A rendőrök megkezdték a szabadidőközpont kiürítését, és engedélyt kértek altató lövedék kilövésére alkalmas fegyver használatára. Amivel egyébként... Az lehet... őrjöngő tulajdonos miatt. Az összehangolt munka eredményeként 16 óra 34 perckor a másik vadállatot sikerült bezárni, majd egyértelműen megállapítottak, miután számoltak, hogy több oroszlán nincs szabadon. Hát azért... Ehhez mondjuk tudni kell az alapszámot. Ez bizony, ugye? Ez így van. Hogy igen. Ha nincs meg három, akkor három. Na most engem van. Egyébként az se nyugtatott volna meg, ha a környéken élek, hogyha mondjuk nem három, hanem csak kettő szabadul ki. Sőt, még az egynél is azért lettek volna kétségei. Érted? Ja, az ember sok dologgal nem játszik, például mit tudom, a medvével, Brüsszellel, illetve az oroszlánokkal sem, szerintem. Úgyhogy ez vicces is, meg nem is. Igen, a fotó zseniális, olvasó riportere egy bulvárlapnak lekapta, amikor az egyik oroszlán egy disznóra vetette magát, mert hogy ebben a parkban egyébként kamionok, autók áldogálnak, és az állatok ugye szabadon járkálhatnak, de hát olyan állatok, mint varacskos disznó, meg póniló. Na most a fotón éppen az történik, hogy az egyik oroszlán ráveti magát a gyanútlanul legelésző varacskos disznóra, miközben egyébként 30 méterrel mögötte egy gyerek és két felnőtt áldogál egy autónál. Az, ugye? Tehát hogy azért egyébként isteni szerencse, hogy semmi komolyabb nem történt. Most én nem tudom, hogy hágni akar az oroszlán, párosodni, vagy... Ne, fel, Istenem, Röfi. Évek óta nem találkoztunk, csak választottak el minket egymástól. Kis barátom, hadd öleljenek meg, de az oroszlán éppen ráveti magát a varacskos disznóra. Tehát azért ez komoly. Totál pánik egyébként, de a kedves figyelmeteket felhívnám a két pónilóra, akik mint ha azt mondanak egymásnak, hogy ezért húzunk már innen hall. Vidáman elgaloppoznak jobbra. Elmennek itt egy másik irányba. Hát azért figyeljük. Na jó, próbáljuk felgöngyölíteni az ügyet. Hogy történhetett? Az észlelés. Az észlelés, hogy történhetett az, hogy jött a gondozó, egyszer csak azt mondta, hogy Gazi, baj van, nincsenek meg az aranyszűrűek. Tehát, hogy mit van? Baj van. De nagy baj van. Volt egy megvilágosodott majom, aki egyébként szintén szabadon volt, körbenézett és azt mondta, most nem figyelnek az oroszlánra, gyertek kis pajtásaim. Oda ment az oroszlán ketrecet, és kinyitotta egy nagy, hatalmas, nagy tolvaj kulcsal az oroszlán ketrecet. Vagy szabotás történt, és belülről egy dolgozó azt mondta, hogy nem kaptam fizetésemelést. Na jó, akkor ezt nektek, és kiszabadított az oroszlánokat. Szóval te rögtön az okokat nézed. Szerintem én próbálom megfejteni. Magától az észleléstől kezdjük. Jön neki röge, egy-egy kávéval a kezükben. A gondozó? Az alkalmazott, igen, mondjuk az egyik gondozó, a cirkusz igazgató vagy az idomár. És akkor azt mondja neki, hogy Lajos, elkapod a rohadt nyavaját, szerintem a halálforgás most nem nagyon fog neki menni maga este. Alud, ki kéne találni a hey, holap, vannak az oroszlánok. Értes? Hát, nem. Igen. És mindenki volt velük egy törpe. Így. Ott már mellettük kacsajárásban egy törpe, és azt mondták, hogy igen, tehát, hogy hé, gazi. Eltűntek az oroszlánok. Ez lett az első felfedezés.
Az oroszlán vajon rájött, hogy valaki kulcsot hagyott az árban, kinyúlt és a kispancsával kinyitotta, vagy lehet egy okos majom, aki kiszabadította az oroszlánt, és azt mondta, gyertek kis barátaim. Egy okos, nem lehet? Egy okos majom, ilyen izének, ilyen török agának költözve, ilyen kis izébe, egy bojtosik, meg kis piros mellénykében. Meg kis flitteres mellénykében. Bent ült a három oroszlán a ketrecben, jött a piros majom pelenka. Kacsaja. Jött a majom kacsajárásban piros pelenkával, egy cilinderrel a fején. És mit mondtak erre az oroszlánok? A majom értette, hogy mit mondanak az oroszlánok, ellopta a kulcsot, berakta az árba, és kiszabadította, kvázi rászabadította Kecskemétre a három aranyszőrűt. Igen, nem és lehet? Amikor a három oroszlán így kiszaladt, és igen? Örülni kezdett a szabadságnak, akkor a majom is elkezdett felőrülni. És ott ugrál. Ez nagyon jól hozott. Benne ült egyébként a törpe, a két állatgondozó, és mondták, hogy csicsis már le azt a majmort, mit ugrál. Adjál már neki enni. Nézd már meg, mi bajom van, Igor Ricsinek! Este még felépésünk van, nyugtok már a majmort. Történt így. Hogy gondolkoztak az oroszlánok? Kidugták a mancsukat, rájöttek, hogy szabadok, az egyik oroszlán azt mondta, na végre elmegyek meg, hágom a disznó. Először kirakta a mancsát, és akkor nem... Rájött, hogy szabad. Valaki nem vett rá egy hatalmasat, egy ostorra, rájött, hogy ez bizony a szabadság. Mégis kiszabadított a majom, nem csak ígérte, ugye? Egyébként döbbenet, mert hogy... Hova mentek? Elmegyünk itt a nyugdíjasodóba, szerintem levadászunk egy-két tatát meg babát. Hát te, én meg, elmegyek el, kapom röfit, évek óta kívánom a farát. Olyan szemtelen ez a malac, te évek óta tudja, hogy be vagyok zárva, hogy úgy elkapom, hogy csillagokat lát. A kis kunkori falka alatt megkeresem ám a két barlangot. És egyébként pont ezt látjuk a fotón is. A fotó azért zseniális, mert áll bent egy merci, áll bent egy kamion, sátrak vannak, emberek sétálnak a parkban, miközben tényleg természetfilmekben látsz ilyet. Tehát a National Geographic promója az az, hogy éppen egy oroszlán így ugrik rá hátulról egy varacskos disznóra. Mit gondolt a disznó? Nem, mit gondolt a három sétáló? Hogy ez, a három ez... sétáló még nem látja szerintem, mert a kamion eltakarja. Ugye megvizsgáltuk már az oroszlánok szemszögét, a majom szemszögét, a törpe artista szemszögét, egyszer csak te ott legelgetsz egyébként 20 éve nyugodtan, és egy oroszlán disznó hátulról rád veti magát, hogy párosodjon. Azért azt se tudott hirtelen hova tenni. Hát, nem? Hát vagy pedig az volt, hogy végre Leo. Vagy ennyi év után. Hát vagy igen, vagy gondolta, hogy hát eddig aranyos volt, enni adott, ez fura, eddig ezt nem akarta, gondolta a gondozójára. Igen. Etetett iratot jó gazdám volt, eddig ezt nem akarta. Ez az, Simba, adjál még nekem. Na, szóval, hogy mi van, ha ezek tényleg elszabadulnak, hát, hogy megesznek valakit a nyugdíjasokonból? Az nem vicces. Az nem vicces, hát ott akkor vissza kell adni egy árát. Ugye? Tehát nyugdíjas otthon, mi kollégium. Hogy a fenébe szabadulnak el ezek tényleg? Szakközépiskola és lakópark. És hogyha lehet, hogy még ezt a képet, a disznót és az oroszlánt még nem nevezték be az év természetfotója. Egyébként tényleg. Gondolod, amikor sétálsz a gyerekeddel a lakóparkban, és azt mondod, anya, itt egy oroszlán. Jaj, kicsi, anya, itt egy oroszlán. Jaj, kicsi, jaj, fogd meg a szajtod, és ott van egy oroszlán. Bedug egy malacot. Ja, kicsim, a szádra csapunk. Ha beszélek apáddal, már megint mit nézeted veled este? Ugye? Na hívjuk fel akkor a cirkusz igazgatóját. Mondja el nekünk, hogy tényleg hogy a fenébe szabadul ki három oroszlán, nem? Hát azért ez nem egy megszokott dolog. Egy ketrecben voltak, vagy három külön. Tehát lehet, hogy csak egy oroszlán szabadult, és kiszabadította a másik kettőt. Így az van. Is lehet egyébként. Aha. Ja, mert igen. Ha igen. Ő szabad, akkor te is. Ja, nem, itt gólya viszi a fiat, és így átdobták a harmadikat a kerítésen. Ja. Hogy fogod be egyébként? Kilöved automatikusan? Kábító lövedék? Vagy odajössz, hogy aha, ez az oroszlán, erre jön. Ostorral? Vagy egy égő hullahopkarikával? Vagy hozol egy úszkár cilinderben? Szerintem az égő hullahopkarikával lehet csalogatni, mert ahogy meglátják, arra futnak és átugranak rajta. És akkor úgy kell csinálni, hogy a ketrecnek az ajtajába kell berakni, és beugranak a ketrecbe. Zseni vagy. És akkor... Basszus, megint bedöltünk neki. Ezek a rohadt reflexek. Gondolod, hogy 15 évig ezt be vagy zárva, és ez csak ott van minden előtted, nem? Hát azért, mondjuk az egyik oroszlán tényleg keresőd, ő hazajött etetésre. Tehát ő azt mondta, hogy tetszett a nyugdíjasot, a jó alakópart, kaját kapok, hazamegyek. Nem, nekem ez nem kell. Nem kell, ami kint van. Jó, hát őt kifárasztotta az, ami Röfivel történt, érte? A szerelem. Mi a fenét csinálsz ott, vagy találkozol egy oroszlánnal? Magad mögé rakod a gyereket, nem? Magam mögé, miért mögé? Elém. Jó, már neked nagy kit akar. Szaladj! Ne arra, ott nem látnak. Figyeljetek, engem egyetlen dolog
aggaszt nagyon ezzel az ügyel kapcsolatban, hogy vajon mi lehetett Ricsi majom büntetése. Hogy mit csináltak szegény no majommal egyébként. Szegény majommal. Igen. Na, itt van már a vonalban a cirkusz igazgatója. Megkérdezzük, hogy mi történt. Ötvös Lóránt, az Ötvös cirkusz igazgatója. Jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat, sziasztok! Találkoztunk mi már kitelepülésen, ugye? Így van. Akkor... Tavaly előtt Balatonfüreden volt. Ha lehet, hogy ez az az oroszlán, látom, amit akkor odahoztál. Csak nem, megnőtt. Ez másik oroszlán. Ez teljesen másik produkció, igen. Jaj, hát mi itt humorizálunk, de hogy a fenébe szabadul ki három oroszlán? Igazából nem három oroszlán volt, csak kettő, nem tudom, honnan találták ki a harmadik oroszlán, tehát két oroszlán szabadult el. A harmadik hol leopárd volt. Nem, hogy szabadult el, azt igazából mi sem tudjuk, erre még nem jött rá senki, mert a ketrec ajtajai be voltak zárva, és az érdekes az egészben, hogy a ketrecben négy oroszlán volt, és csak kettő ment ki, tehát ezt mi sem tudjuk, hogy kerültek ki. És amikor összedereltétek őket, öt lett. Nem, igazából nem volt tulajdonképpen olyan hatalmas veszélyben senki, mert ezek az oroszlánok azért készhez szoktak, ott nevelkedtek az idomáriaikkal, kicsikorukban náluk aludtak, és nem valószínű, hogy embere veszélyesek lettek volna, ráadásul az idomár viszonylag hamar be is fogta, egy parajcóra megállt, és rátette a pórászt a nyakára, tehát hamar elfogták őket. Az már más kérdés, hogy egy picit tovább tartott megnyugtatni őket, főleg amikor a szirénázó rendőrautók megérkeztek, akkor egy kicsit ingerült, idegessé váltak, de profi módon az idomárok urai voltak a helyzetnek, és ott teljesen a protokoll szerint jártak el. Nem lehet tényleg, hogy a majom öntudatára ébredt, ellopta a kulcsot, és azt mondta, hogy akkor hajrá, gyertek, egy kis cilinderben vagy. Nem valószínű, mert majom nincs a cirkusnál, tehát nem lehetséges. Ez viszont tényleg felvet egy kérdés, hogy kerültek ki. Mivel vannak bezárva, egy lakattal? Klasszikus lakat, kulcs, vagy... Igen, az az igazság, hogy úgy van, hogy van egy kocsi, egy ilyen lakókocsiszerűség, ami ketrecnek van átalakítva, az ő tulajdonképpeni házuk, ahol az éjszakákat, meg az utazásokat töltik, és akkor van előtte egy ilyen kitelepített külső ketrec, egy ilyen kifutónak nevezett ketrec, ami több méter hosszú, és ez tulajdonképpen olyan, mint a családi háznak az udvara, ahol általában napközben szoktak tartózkodni, és ebből a ketrecből menekültek ki. Na már most az éjszakára lesz. Akkor valaki kiengedte őket, nem? Lakattal szokott lezárva lenni éjszaka, viszont nappal nem teszik rá a lakatot, mert általában úgyis mindig ott van valaki a családból, aki felügyel rá tudja az idomárnak a családjából, gondolom. Na már most az érdekes az egészben, hogy abban a pillanatban, amikor ez történt, akkor pont a cirkusz elejénél voltunk az idomárokkal együtt, mert egy előző kutyaharapásos ügyben ott beszélgettünk az állatmen helyjel, és akkor történt ez a ricsaj, hogy oppá, valami történt, és rohant mindenki oda, mi is velük együtt. És hát tulajdonképpen, amit mondtatok, a disznó támadás, azt nem kell ilyen drámaian felfogni, megtámadta, mert igazából ezzel a disznóval együtt nőtt fel az oroszlán kicsikora óta. Akkor a tompora. Ahogy annak idején régen játszott fel, ráugrott, mert igazából, ha meg akarta volna ölni, akkor szerintem meg is ölte volna, nem állította volna meg ember, isten, senki, és ráadásul az oroszlán ugye torokra megy, nem hátra. Na mindegy, ezt nem... Hát kérdés, milyen célra, ugye? Hát embernél torokra, disznónál hátra. Nem lehet, hogy a disznó engedte ki az oroszlánt, hogy ne csak rácson keresztül csinálják. Végre legyen már valami. Meg hát egyébként tudjuk, hogy van oroszlán tigrisből liger, akkor most ebből lesz egy szép dilon. Igen, a keresztezésből. Ilyen még nem volt, az biztos. Azt írja valaki, a kézből lesznek, utána a lábadból is, igen. Tehát. Mi lett volna, ott bemegy valamelyik nyugdíjas otthonba, vagy az öreg otthonába, vagy a kórházba, vagy a kollégiumba? Hát ez egy hajszálon múlt, nyilván nem túl dramatizálva a dolgot, de azért ott lehet, hogy valakit megkajáltak volna, nem? Vagy nem jellemző? Hát természetesen az ember, ha belegondol, ez az első dolog, ami eszébe jut, de mi a cirkusznál tudjuk, hogy ez nem valószínű megtörtént volna, mert ugye ezek az állatok azért állandóan fogságban vannak, és a hirtelen szabadság nekik is meglepő volt, és szerintem ők jobban megijedtek, mint bárki, akivel esetleg találkozhattak volna. De mondom, hogy egy pillanat alatt nem sokára rá, mikor odaérkeztünk, már be is fogták őket, és szépen lefeküdtek, és csak remegve néztek körbe, hogy most mi történt. Nekik is fura volt a helyzet, ugye hát nincsenek ahhoz szokva, hogy mint a szavannai társaik, hogy rohangálnak. Mármint kint a szabadon is, ez nekik nagyon fura volt. Sokkolta őket az élmény, hogy ennyi kaját még egyszerre nem látta. Egyszerűen nem tudtak vele mit kezdeni, igen. Van nevük ezeknek az oroszlánoknak? Hogy hívjátok őket nyilván valahogy? Méri és Róz voltak ketten, akiket elfogtak. Na, hát ha legközelebb elszabadulnak valahol, akkor legalább tudjuk. Méri! Csak egyszerűen. Az érdekesség az, hogy két különböző irányba rohantak el, és ugye két idomár hölgy rögtön befogta őket.
Az egyiket rögtön pórázzal vetette a hölgy, és akkor a pórázzal együtt szépen hússal csalogatva visszavitte a ketrecébe. A másikat pedig ugye az egy kicsit távolabbra került, azt meg rögtön, amikor elfogta a hölgy, hát elfogta, tulajdonképpen rászólt és megállt az oroszlán, arra is rátette ugyanúgy a pórász, és akkor annál meg a protokoll szerint úgy jártunk el, hogy ketreceket vittünk köré, és körbefogtuk a ketrecekkel, és akkor építettünk egy ilyen rögtönzött ketrecet, és akkor a teherautóval oda mentünk, és akkor oda beszállítottuk. A kicsit távolabban, mit értesz, sűrűsápot? Nem, azért nem. Ugye a cirkuszon belül történt minden, és ugye ráadásul egy lekerített területről van szó, tehát igazából nem állt fel annak a veszélye, hogy esetleg elcsatangol és elmegy egészen Békés Csabáig. De szerencsére nem történt semmi probléma. Hát most ugye én azt mondom, hogy ahogy az idomárok mondják, hogy nem volt veszélyben senki. Természetesen a laikus földi halandót, aki esetleg arra ment volna, és meglátott volna egy oroszlán, biztos nem ezt jutott volna elsősorban eszébe. Igen. De az az igazság. Ha úgy írja egy hallgató, anya, hágnak az oroszlánok, ne nézz oda, jó, de már fájt. Ha annyira akartak volna kárt okozni, akkor biztos elrohantak volna, nem állt volna meg, amikor az idomár rászól, hanem ment volna, és akkor gyilkolt volna. Tehát igazából nem ilyen vérengző feladatok. Figyelj, most a főemlősök vannak a cirkuszban, vagy esetleg olyan alkalmazott, akinek tartozol fizetéssel? Vagy? Nem, szerencsére ilyen nincsen. Éppen ezért nem is igazán tudjuk, hogy ezt hogy történhetett, ez még ki kell nekünk is vizsgálni, hogy valószínűleg mi lehetett a probléma. Az biztos, hogy a ketrec nem hibásodott, tehát nem nyílt ki. Egy 4 méter magas ketrecről van szó, tehát igazából nem tudom, hogy esetleg fölmentek és valahol fölugrottak ki, de hát akkor sérülni kellett volna, mert 4 méter magasból leugrik egy ilyen 300 kilós oroszlán, azért megütötte volna magát. De tény, hogy valahogy kimentek, azt nem tudjuk mi se, hogy hogyan. Az, hogy esetleg egy külső szemlélődő valaki kinyitotta volna az ajtót, és úgy kiengedte volna, elképzelhető ez is, de hát ezt most én nem tudom állítani, mert nem láttam, meg igazából senki nem láttam, mert abban a pillanatban pont elől tartózkodtunk. Kérdezi egy hallgató, hogy szerinted a zebránál megállt volna? Nem tudom, igazából ezeket az állatokat azért ők ismerik, mert ezek az állatok, az oroszlánok, meg az egzotikus állatok is egy tulajdonban vannak, tehát egy család lép fel velük a porondon, és ezek mindig együtt szoktak tartózkodni, tehát ők ismerik ezeket. Figyelj, játszunk egy kis kalambót. Amikor visszavittétek őket, zárva volt az ajtó? Igen. Ez az érdekes. Meg az is érdekes, hogy hát ez a fontos. Hogy zárva? Be volt csukva az ajtó, igen. Aha. Lukon nem jöhetett ki? Nem, mert nem volt luk. Nincs. Azt megnéztük. Aha. És ugye a másik két oroszlán meg bent tartózkodott, akkor azok miért nem jöttek ki? Tehát én nem tudom ezt. Igazából ezt mi se tudjuk. Hát itt van még egy magyarázat. UFO. Lehet, a szentesi UFO. Azaz. Akkor hallgattál minket, igen. A szentesi UFO. Na jó, van, nem történt baj. Van nálatok úszkár cilinderben? Úszkár cilinderben nincs, de vannak több kutyák, igen, és 70 fajta állat van tulajdonképpen. Elég sok plusz-minusz 2-3. Munka van velük. Igen, mikor vagy? Éppen ahogy sikerül. Na jó van. Lórát, köszi, jó munkát nektek, vigyázzatok magatokra. És az állatokra. És ránk. Ciao. Jó, rendben. Hello. Ciao, rendben. Beszélgettünk a cirkusz igazgatójával. Hello. Igen. Jó, hát nyilván az emberi civilként ennek nagyobb feneket kerít, mint ők, akik 20 évben élnek. Meg az elkerített területről nem kerültek ki az állatok, és ez a legfontosabb. Nem lehet, hogy nyugdíjas otthonban valaki. Még megtréfálta a cirkuszt. Tehát a kosztot haragudod. Marika! Most megzabáldadom a Marikát. Nem már. Rántott leves! Megold a kockát! Csoki szószal rohadjatok meg! És kiingett az oroszlánokat. Szabadítom az oroszlánokat! És azt mondta, hogy na eddig, eddig, és nem tovább, igen. Ötötször ebben a hónapban. Ha már a Józsi nem akar megcsinálni. Hát, ha majd a Szimba. A fűtőt is állandóan unszolni kell. Van nálam fél kiló véres felsár, bemegyek az oroszlánok közé. Hol az olvasó szemüvegem? Merre nyílik ez a szar? Simán, gyerekek, gyártjunk összeesküvés elméleteket, egy nyugdíjas otthon nekem gyanús. Ott valaki berágott a kosztra. Ebben biztos vagyok. Tehát itt csak úgy magától nem hopponálnak ki ezek. Csak nem jönnek át, nem ülnek seprűre azért, nem? Tehát azért ezek nagy rejtélyek. Igen. Nem kérdezzük meg, hogy az oroszlánoknak kacsázó volt. Igen. Kacsázó tényleg volt az oroszlánok járása? Ugye? Hát, nem, és ideg volt a kezük. És ideg volt a kezük, ugye? Ez a két téma ma valahogy fura módon, de összecseng. Hát bizony, én nem csodálkoznék rajta, hogyha ha az esti híradó, már ott lenne a hír. A nyomok a derűs alkony otthonba vesz. Igen.
Egyetlen ja, csak nehogy így hívják őket. Egyetlen jó, szemtanúja van az esetnek, Aranyi László, aki ott a helyszínen. Aki ott egyszerre volt Szentesen a 8. tanítani, és ott. És ott volt, igen. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Nem tudom, hallottátok-e, de kiderült, hogy ki szeretne eljutni a jövő évi Eurovíziós Dalfesztiválra, ugye, mert hogy nem sokára selejtezünk majd újra, nem sokára újra dalokat ismerhetünk meg. És hát van egy nagy visszatérőnk, aki azt mondta, hogy senki másnak nincs helye. Csak neki? Neki kell kijutni az Eurovízióra. Szintibor? Hát sajnos nem. Abban tudna hinni a Balázs. Sajnos nem. Már próbál, azt mondod, hogy újra próbálkozó, tehát akkor ő már volt. Volt már. Mármint nem, Eurovízió nem volt. Hogy ki akart, ja, hogy már akart menni. Ki akart menni. Hát mindenki, majdnem mindenki akart. Csonka Pici? Nem. Eurovízió még nem volt. Csonka Pici se volt, de nem ő. Gáspár Győző jelentette ki, hogyha de ők már egyszer kijutnak az Eurovíziós Dalfesztiválra, ők megnyerik. Ja, jó, csak fel. Ja, csak feltételes mozi. Hát még nem, hát annak van egy selejtezője. Hát ja, tudod, igen, magyar, azért azt is meg kell. Az emelynek van egy műsora, igen. Hát ők döntenek ott arról, vagy hát a közönség dönt arról, hogy ki menjen Eurovízióra. És akkor teljes romantik brigádra gondolt. Tehát nem szólóként, ugye? Hanem a két csajjal. Vagy egyedül akar menni? Nem, ő mint a romantik akar kimenni, és azt mondta, hogy ha ők kijutnak, akkor leszámolnak a limonádé dalokkal, a semmiről nem szóló dalokkal, és kint a romantik megmutatja Európának, hogy ők meg tudják nyerni az Eurovíziós Dalfesztivált. Ha az említett két szegmens kimarad, akkor mit visz? Hogyha? Micsoda? Hát akkor most elmondtad, hogy a semmiről nem szóló dalokról, ja, a limonádé dalokról le fog mondani, akkor mit akar kivinni? Újat most írnak, biztos. Egyébként meg van nem limonádé dal is. Hát az igen, csak nem neki. Ahogy mondjam el, hogy vár rád, érted? Hát, ahogy akarod. Maga a szerelem, maga a törődés. Hát nem? Állítólag be kell küldeni egy magyar és egy angol dalt. És már mind a két kategória, ugye egy picit azért ugye, Santi. Ez már egyéb kérdéseket is felvet egyébként, de hogy a magyar nevezéshez kell egy magyar és egy angol nyelvű dal, és ezeket el kell küldeni. És lóvári betétet is terveztek, ugye? Aha. Tehát terveztek. És Indiától Luxemburgig, Brüsszelen át a lóvári ugyanaz, ugyanúgy beszélik, úgyhogy hát így küldik majd be. Így küldik majd be. Rossz, a dalt, és a központi téma a rasszizmus lesz a Győzikénél, illetve a romantik zenekarnál. Ők újra léteznek akkor? Tehát újra összeálltak? Hát ez vagy szerint, vagy igen? Hát vagy pedig Győzike a jogtulajdonos, és ő önmagában is romantik. Hát tehát, hogy nem kellene. Önmagában is. Igen. De ez hír volt pár héttel ezelőtt, hogy összeállnak, mert igény van rá, a közönség akarja őket, és megint romantikként. Mert a közönség igényli, hogy legyenek benne ének hangok is. Így van, és akkor ezért jönnek Zsuzsijék. Nagyon jó. Ők egyébként nagyon kellemes torkul, nagyon kellemes hangú énekesnek, tehát hogy velük semmi gond nincsen, sőt, ők nagyon jó. Egy győzővel sincs, egy karakter, nincs. Tehát hogy abszolút egy karakter. Bátor kijelentés, hogyha kijutunk, megnyerjük. Jó, hát ez elég bátor, nem? Hát egy Győzinek utóbbi 10-15 éve bátor kijelentésekről szólt, tehát nem lepődünk meg rajta. Na, mindjárt megkérdezzük, hogy mi a helyzet, mert itt van Gáspár Győző, jó reggel, Győző, hello! Ezer éve nem beszéltünk. Jó reggel. Már a próbateremben? Igen, a próbateremben, csak javítanak két dolgot itt azért, amit végighallgattunk itt a csajokkal, meg minden, hogy azt tudni kell, hogy Gáspár Győző 18. életévét ünnepli itt a magyar médiában. Sosem voltam énekes, és nem is akarok énekes lenni. Én egy roma rapper vagyok, és én ennyi. Az, hogy most én... Várjál, Bosz Győző, csak nagyon rosszul hallunk, te mibe beszélsz? Kihangosítóba, vagy hol? Nem kihangosítóba, csak itt a többiek hallgatják a rádiót, és... Lehalkítod egy picit, vagy arrébb jössz? Arrébb, igen. Kösz, csak annyira vízhangos, hogy szinte nem hallunk semmit. Na, itt vagyok. Na. Nem lett jobb sokkal. Sokkal jobb nem lett, igen. Belebeszélsz a telefonba? Nem, itt vagyok,
most már tök jó, itt vagyok, sziasztok, itt vagyok, jó reggel. Aha. Jó, tehát hogy nem voltál soha énekes, ott tartottam. Én nem voltam soha énekes, Balázs. Figyelj, nem voltam soha énekes, míg 1999-ben kezdtünk, és 2000-ben, hála Istennek Rákóczi Ferinek, aki ott ül mellette, de és elvitt minket roadshow-ra, eladtunk 89 000 példányszámot, ez a rádió segített nekünk abban, hogy játsszak a dalokot észélkül, akkor még Bucsanyi volt, és tényleg mi nagyon-nagyon tettük. Hol a százalékok? Igen, hol a százalék a Ferinek? Hát az egy jó rádió volt. Onnan, hogy a Ferivel voltunk, Egerben voltunk, Békéssabban voltunk, Győrben voltunk. Nem mindig, nem igaz. Ez igaz. Jó, belekeverted a Ferit. Végighaktiztuk az egész országot a Ferivel, és tényleg a Feri is megmondta, hogy végighaktiztuk az egész országot, és mi összeálltunk két héttel ezelőtt, és mi elkészítettünk egy dalt. Mi azért mondtuk erre azokra a dalokra, amik eddig kint voltak, és a Kálai Sanders kivételével, és a Sanders a Timaj, és tényleg az ő kivételével, eddig olyan dalok mentek ki az Eurovíziós Fesztiválra, hogy megmondom őszintén, most lehet, hogy sértő lesz sok embernek, de többet adtak arra, hogy hogy nézzen ki egy ember, hogy kosztüm, nagy estélyruha, hogy legyen a smink, hogy legyen a haj. Mi három ember van, Katinka jelenleg most szülte meg a kislányát, ő most egy picit ilyen kis kövérke, győző, egy kis nagy darab, Zsuzsinak most volt az estő. Mi nem arra megyünk, hogy dizájna, mi nem a dizájnra megyünk, mi arra megyünk, hogy van két jó hang, van egy olyan csávó, aki mindent elér, amit el akar, mi ki szeretnénk jutni az Eurovíziós Fesztiválra, és Magyarországon még roma származású ember az Eurovíziós Fesztiválra nem jutott ki. Na most, hogyha megnézzük azt, hogy Franciaországban a Voice című műsort a Candy Tirap nyerte meg, és azóta világhírű énekes lett, és ő is elvitte a lovári nyelvet, és híres lett. Megmondom őszintén, ő adta nekünk az ötletet, meg ő adta nekünk az egészet. Van ebben fantázia, tehát látom, abszolút, van ebben fantázia. Balázs, bocsáss meg! Nem, azzal támadtak tegnap is, tegnap előtt is az újságok. Könyörgöm, nem énekes vagyok, bocsánat, nem is akarok énekelni. Ne húzz magad. Szerintem, aki ezzel támadott, az nem ismer eléggé győző. Tehát, hogy aki ezzel támadott, hogy énekes vagy, az nem ismer eléggé. Persze, vagy nem hallott még téged soha. Hatán lehet kimenni a színpadra, abból 4 profi, 5 profi énekes lesz a Katinka, Zsuzsi, én leszek. Hogy néz neki a színpadkép? Vagy mi terveztek magatok mögött? Mi már eljátszottál? Megmondom őszintén, mi az egyszer romát szeretnénk kivinni, és ezt a kimondott vezítlábas cigány táncot szeretnénk a cigány. Mi nem akarunk odavinni nagy kosztümöt, mi nem akarunk odavinni ilyen hajat, meg olyat. Mi úgy, ahogy kopaszon mentek? Mi egyszerűk akarunk lenni. Na de tudod, hogy ahhoz először a magyar válogatót kell megnyerni. A magyar válogatót igen, be kell küldeni. Én hiszek abban, Balázs, mert hogyha nem hittem volna 1999-es Algótariamból egy kis cigány gyerek, nem itt volna ekkora álmokot, fél meg Magyarország fele utal, Magyarország szeret, fele szeret. Figyelj, hiszek abban, hogy el fogunk jutni, mert végre valahára ne az legyen ma, hogy most melyik divattervező várja annak a lánynak a ruhája, melyik divattervező öltöztet, nem kell divattervező. Mi úgy megyünk, hogy Isten szentszerűen megszülettünk. Mesztelenül győző. Azt viszont én akkor nagyon elkezdem támogatni, mert azért. Én ebben hiszek régóta, hogy valami nagyon egyéni produkció kell. Egyénit akarunk, figyelj, azért gondold el, mikor megjelent a Fekete Vonat, meg a Romantik a magyar piacon, mi voltunk a legelső. Romantik? Romantik. Fekete Vonat. Igen, megjelent, mint két roma zenekar. Utána jöttek sorba, jött a Karamell, jött a Gáspallaci, jöttek sorba a roma zenekarok. És nézd meg, most mennyien támadtak is, és mi olyat akarunk vinni, amire felfigyelnek. Kicsit olyan, megmondom őszintén, egy Gypsy King, egy kis gendizirapot akarunk megtavarni. Gypsy King nagyon jó. Nagyon jó. De ott közben azért angolul is kell beszélni, valakinek megszólalni. Sorom, azt a hadsort szépen el fogom tudni azért, addig még márciusig meg fogom tudni tanulni azért. Azt a hadsort el fogom romaretteleni, a lányok szépen, és még a vokálba is fogok nekik segíteni, mert most, hogy gyakoroltuk, azt mondtak a lányok, hogy győződtem, mert itt fejlődtem. Jó, hát a nulláról ugye nem nehéz. Figyelj, győző, de ha rám hallgatok, akkor nem tényleg valamilyen, megint ilyen közhelyszerűen a rasszizmus, mert nem tudom, menjetek ki, vigyetek ki, bulizzatok egy nagyot, legyen jó hangulat, vigyetek sok cigányzenészt, mezitláb, táncoljatok ott egyet, és legyen jó az egész. Te nem, belig belekeverünk egy ilyen a rasszizmus, ez az megint egy ilyen kicsit megkeseredett valami lesz. Csak legyen egy jó hangulatú, igazi cigányzene. Én egyet tanultam
a te főnököttől, meg az én főnököktől, dr. Kolosi Pétertől, aki megtanította azt, hogy győző, soha ne politizálj, én nem is politizáltam soha, de ezt is az újság találta ki, mi nem is nyilatkoztuk le, hogy rasszizus. Mi arról szeretnék énekelni, hogy van ez az ország, és hogy mennyire jó ez az ország, hogy tulajdonképpen nem is rasszizmus nekünk, ez így is eszünk alkalmas, hogy most rasszizmus, soha nem is használtuk meg, nem is foglalkoztunk vele, soha a büdös életben. Mert soha, mert a műsorom sem arról szólt, hogy most mindig azt mondták, hogy lejáratom vele, hogy mikben vagyok. Hát mit? Hát ez egy sórakoztató műsor volt a Győzik Esőben, és miről beszélünk? Soha nem az volt benne, hogy most én most értem a mellemet, hogy ki vagyok. Nem. Én hiszek abban is, van benned lendület, ha így fogsz iratkozni, nagyon persze fognak szeretni. Tehát ezzel a lendülettel, ezzel a vehemenciával... Ablakot kell nyitni, hogy legyen oxigén. Figyelj János, figyelj Ferenc, hiszek abban, hogy a Jóisten megadja azt nekünk, hogy márciusban az Eurovíziós Fesztiválon a Romantik Völgyi Zsuzsanna, Kunovics Katalin és Dáspart Győző kint legyen. Mit üzensz a zsűrinek? Filipnek, Csiszár Jenőnek, hát mit mondanál? Túljutni gyerekek. Ők döntenek, erről nem tudom, hogy ki Piero vagy, nem tudom, hogy ki lesz bent. Hát... Piero döntenem, az a Gizda gyerek dönt, hogy hívják, na, veled dolgozott a izé Viva. Filip, tudom, hogy nem kedvel minket. Nem kedvel titeket? De nem baj, nem a lemez a lényeg, az, hogy mit tudunk letenni az asztalra. Hogy mit tudunk letenni az asztalra. Mit tudunk letenni. Gyerekek, megírtuk a bőröm illatát, meg megírtuk a szeretemőt, és ez a rádió 2 éven keresztül játszotta a Jaksó 60-ben. 4 hónapon keresztül első helyen volt, és volt vasárnaponként a Zöldjegyi Szabék műsora, amikor de ez még a Danubius volt, igen. Több héten keresztül. Igen. Na, de hát akkor valami jót kell írni, mert most... Készen vagyunk, készen. De ez nem az a dal, aminek már klipje is van. Nem vagy... Kérde ide, ha egy picit bejátszana megkeresni a fiú, akik ott van a szerkesztőtök, a kérde. Mi a címe? Mi a dal címe? Ugyan hasonló lesz, és egy picit a bejátszanátok, hogy a rádióalgató tudja, hogy miről van szó. De mi a film címe? Vagy a dal címe? Mi a címe, Szabolcs, segíts nekem. Jó, hát minden esetet hadsz. Imádlak, Győző, imádlak. Mindjárt bejátszunk. Mi a címe, Szabolcs? Tudod, nem vagyok jó, én abban vagyok jó, hogy meg kell csinálni. Candy Didaftot, ha megkeresitek, Candy Didaft. De a te dalodnak a címe mi? Hogy mit játszak be? Mi a dal címe? A dal várja, melyik az? Segít Szabolcs, Léci. Játszok be alapot belőle, pont itt van az alappillanat. Nézd, nyomjak és Sázámot, hogy fölismerem, mert most mit csinálja? A főnök bajban van, segíts már. Játszatok ma vele, Candy Didaft. Ott van benne, ugyanez lesz, ha hasonló valaki. Ja, már őt nyújjátok? De ilyen nincs, hogy Candy Didaft. Feri, ne vitatkoznám már. Hogy hívják a csávút, segítsetek nekem, Candy. Candy az egy női név. Nem, ott van a... Cindy Dalfer. Candy Dalfer. Mi az alapja? Ez az alap, figyelj, mutatom. De ez már te dalod? Várj, nyomok egy Shazamot. Kenzi, így van leírva, Kenzi megvan. De ez most a te dalod? Nem, ez az, amit nyúlnak. Ja, hogy innen nyúltok. Hát egy picit, egy nagyon picit. De szeretném győzni. A rádióban lejátszanak, megköszönném, hogy tudja a hallgató, hogy miről is van szó. Ő lett a Francia Voice-nak a győztese, és most volt itt Bécsben augusztus 29-én. Gyerekek, ha valaki megmondja, hogy írják, én beütöm, de nem tudom, hogy írják. Nem ismerem, én nem... Candy? Mint Candy? De nincsen, hogy Candy Didaf. Hát van, várjatok még egyszer előre, játsz. Várjatok! Kenjé már Szabidek! Kenj már egy éves kenyér, egy picit ide hagymába! 19 éves fiatal fiú! És Ken? Kenji Didak! Kenji! Aha, Kenji! Kenji Didak, igen! Ken Gunyadi! Kijött nekem egy ilyen Ken Gunyadi! Kenji Dragonsing! Ez se az! Becky G! Van egy Becky G! Egy fiatal gyerek, 19 éves fiatal fiú! Picit vakvezető, így nem hallom, mindegy. Jó, tehát, hogy tőle nyúltok, ez a lényeg. Hát nem nyúlunk, hanem mi ezt szeretnénk csinálni, ezt csináltuk a Romantikkal is, és ugyanezt akarjuk, és hiszünk abban, amit eddig csináltunk, mert Katinka és Zsuzsitó jobb hang. Mikorra kell leadni a dalt? Tehát hogy van a nevezés? Tessék? Hogy van a nevezés? Mikorra kell leadni a dalt? Ebben az évben kell leadni, de hála Istennek nekem az a szerencsém, hogy a cigány nyelvet nem kell angolra fordítani, hanem nekem egy
az egyben a salmot azt úgy kell leadnom, hogy nekem már marad a cigányát, mert azt ugyanúgy kell a színpadon is. A lányoknak lesz majd szegényekéknek mondjuk, hogy ő nekik angolul is le kell adni majd. Aha, ja, hogy neked nem nincs angol betétet, de nem énekez angolul. Azt mondták, hogy a világ nyelv, és akkor nekem nem kell angolul megtanulni, hál' Istennek. Te figyelj, Győző, hogyha a Szabocs tudja, hogy melyik dal, a Zsuzsi tudja, hogy mikorra kell nevezni, neked milyen szerep jutott ebből az egész sztoriban? Mert hogy eddig most nem tudtál sem. Nekem most az a szerepem, hogy én producer menedzsmentként dolgozok ebben a produkcióban, én ilyenekkel, hogy most kicsoda nem foglalkozom, én azzal foglalkozom, minél előbb elkészüljön a lemez, elkészüljön ez karácsonyi piacon, ott megyünk, itt, itt, ott megyünk. Ez az a piac, mi? Az kell neked. Na jó, hát ha elküldi nekünk valaki ezt a Kenny G-t, akkor bejátszunk. Várjál, most diktálja Szabos, nem. Katalin. Várjál, oké, mond. Katalin Elemér, Norbert, Dénes, József, Ibetű, G-betű, I, R-A-C, A-N. Aha! Ja, miért nem mondod? Kendi Zsirás. Zsirás. És mi a dal... Mondjatok egy picit, hogy helye Magyarország, hogy mivel is akarunk mi menni. De mi a dal címe? Vagy ez már a dal cím? A Cool? Nem, az a Cool. Az a Cool. A Cool. Na várjál, Cool. Figyelj, oké. Okay. Várjál. Ez az! Figyelj! Ezt akarod lenyúlni? De már lenyúltam. Énekel, Győző, hogy van? Figyelj, magyarul? Igen. Várja, magyarul, akkor várja, csak ilyen rá, rád lép. Add egy picit. Megnézed a szövegkönyvet? Én nem nézem meg a szövegkönyvet, rád lép, tudom. Igen. Most jön a reflét. Nagyon! Sukári. Ez a magyarul. Sukári. Nem sokat gondolkodtok. Nem sokat gondolkodtok a szövegem. Rajkáni. Rajkőnem. Sukári. Ez már van írva cigányul. Aha. Hát akkor én is tudok, zsukáré. Ez a dal, tulajdonképpen ennek a fiúnak a lemezét mi letöltöttük, nem megvásároltuk. Ennek a fiúnak most lesz Párizsba egy koncert, el fogunk menni. Nekünk most ez a fiú az etalon. A romantik zenekarnak ez a fiú az etalon. Tehát finoman levettétek, igen, átformáltátok, nem vettétek meg, lenyúltátok, csak, és ezzel indulunk. Csak én ezt a sztorit... Le, bocsánat, nyúltuk le, csak volt egy... Figyelj, megfőztük a levest, és ő lesz nekünk a levestek a betét. Hogy mondjam neked? Zöldség. Igen, nagyon jó, gyerek, csak mondom, hogy elmentek a srácok a koncertjére, a jegyeteknek a hátoldalán ott van, hogy hang- és képfelvétel rögzítése, büntetőjogi következményekkel. Várja, neked jön! Szia, mondd meg a Janinak, hogy a Rizskó készen lesz, mikor vigyem neki, puszilom az egész brigádot, beasszony! Ó, Bea, drága Bea, hozott nekünk. Most jöttem SMS-em, gyerekek! De jó. És tök jó, hogy átjönnek az SMS-ek is. Most nagyon rosszul hallunk egyébként, hol vagy megint a karancson, bujkász a nav elől? Karancson, várja, most azt mondja, hogy Kecskemét még 11 kilométer nekem. Jó, ez a Kendi Zsiga, tök jó, tényleg. Jó, gyerekek, figyeljetek ide, amiben én belenyúltam, vagy botrány lesz, vagy nem lett botrány, jó lesz. Jó, figyelj, én évek óta mondom, hogy valami egyénit, valami más. Ennyi, ami nem arra kell, hogy most milyen kosztüm lesz rajtad meg, hogy mennyi póthajad lesz, hogy milyen sminkez lesz. Nem! Itt vinni kell anyagot, kurva jó lesz! Azaz! Mit kérünk elnézőt? De igaz, hogy a Julitól elkérted az én stylistom számát, aki a talent plakátra adott nekem egy ilyen húszáruhát? Igen, mert képzeld el, fölkért egy cég engem, és azt mondták, hogy ugyanolyan ruhát szerezzek a kölcsönző, mint ami Balázsnak van a talent plakáton. Ja, azt hittem, ebbe akarsz menni az Eurovízióra. Föl nem az Eurovízióra, hanem fotózok egy katalógust, és én ugyanezt a ruhát akarom Balázs megszerezni, úgyhogy létszve. Csak utána dobjátok már a számot, hogy honnan van, jó? Jó, meg se kérdezem, hogy ez milyen katalógus, ahol téged ilyen ruhába fotóznak, bele sem merek gondolni, hogy abból ott üled. Négy betű, és a két plázában van ez a márka. Négy betű, és Z-betűvel kezdődik, és imádom, ennyi. Ja, igen. Csókoltatunk, Zsukár. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a hatalmas promóciót, mindenkinek nagyon-nagyon köszönöm, mert ennél nagyobb promóciót nem kaphattam volna hétfő reggel. Ez volt a cél. És ott állsz a színpadon, akkor ott megköszönöd a Boarding Show-nak, jó? Még ott a színpadon a dal végén. Az életemről, hogy megköszönöm. Ti voltatok az elsők, akik ebbe szerintettetek nekem, hogy a Magyarország megtudja. Köszönöm!
Mi hiszünk benne, győzik-e. Boldog új estét! Balázs és Feri! Vigyázz magadra, szevasz! Nem tudom tapsodat, meg megy a Candy Zsiga. Jó, és most hívjuk Rákai Filipet és Csiszárja. Ja, igen. Hogy mondják el a nevezésről a véleményüket. Jenőben nagyon hiszek, hogy tovább fogja tolni ők. Biztos. Figyelj, van benne lendület. Csak így lehet, nem? Úristen, na hogy bírja ezt a szíve? Kérdez, ő hisz meg magában, ő hisz így ebben van a fenében, ő hisz a zenekarban. Nagyon bírom. Hogy nagyon lehet ilyen? Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Hadd üzenjek azoknak az embereknek, akiket a hétfő rossz fejét tesz. Hogy most már mindjárt kedd. Most már megyünk bele a hétbe. Most már ne legyetek rossz fejét. De ezt most mire mondod? Vagy ez ismerjétek azt a típust, aki, hogyha találkoztok vele, illetve tudjátok, hogy benne vagytok a periférikus látásába, és lát benneteket. Na mi van, megint valaki nem köszön. Ha csak nem nézed bele a napba. Tudod, ez a... De mégse veszlek észre, de mégse köszönök. De mi van, tényleg nem látod? Aha. Ismerős, nem? Köszönt. Mi van, tényleg nem látod? Egy csomószor... Mi van, tényleg nem látod? Hát miért feltételez, hogyha te megjelensz valahol, téged azonnal látnak? Akkor óvatosabban... Mi van, ha téged nem láttak? Akkor óvatosabban, hát legközelebb annál a rohadt napfogyatkozásnál. Jó? Akkor hosszan nem szabad belenézni, tényleg, mert ez lesz a vége. De nyilván undokul, elfordult, leköpött a földre, majd arrébb ment, nem? Tudom, gondolom, ez hogy történt. Miről szól az egész. Nem kaphatja meg a testemet. De ez mind... Akarja ez pedig. Biztos, hogy erről ez megint a paranoiád, vagy tényleg látod? Nem, tényleg látod. Oda köszönte, hogy hello? És rád nézett, és nem szia. Mondott egyet, hogy nem szia. Nem nézem. Vagy neked nem hello jön. Kihívón nézem. Aha. Kihívó. De miért nem mész oda és mondod neki, hogy szia? De tényleg, miért nem mész bele egyenesen? Köszöntem. De én? Hello. Hát persze, rá most köszöntél? Nem köszöntem. Hát akkor miért köszönt volna? Mert az esetek 90%-ában én köszönök. Ja, értem. Tehát volt egy ilyen kiköszön, kinek féle ilyen, mérjük össze a cerkát, kinek nagyobb, és végül és a két párbajvesztes nem köszönt egymásnak. Akkor ez történt. Én neki nunia van. Akkor a testem nem szarja. De miért várod el, hogy egy nő köszönjön előre? Mi van, csak egy korrekciós műtétet ajánlott. Mi van, ha egy jól nevelt nő volt, aki azt mondta, hogy na. Köszönsz-e nekem? Mutasd meg, hogy férfi vagy. Köszönsz-e nekem, Janika? Vagy János? Nem, hogy mit mutassak meg, hogy férfi vagyok? Csak azt akartam, hogy köszönjük, nem akartam, hogy szép. De milyen világ ez, ahol nem köszönünk egy nőnek, elvárjuk, hogy köszönjön, majd megsértődünk, hogy nem köszön. Hát köszönj rá előre. Ő jött később. Szia, Ibolya. Igen. Aha, akkor mondjuk ő neki kellett volna. Neked ilyen köszönésparád van? Vagy ilyen köszönés fetisista vagy? Vagy picit igen. De miért nem ugráltál? Hát akkor észrevett volna. Vagy egy ilyen üzekben. Egy és kettő, jó reggelt, kollégina, hajjá, egy és kettő, egy. Az a baj veled, hogy mindig a legrosszabbat feltételezed azonnal. Direkt nem köszönt, elfordította a fejét, hát utál. A legjobbat nehéz. Mi van, ha egyszerűen nem vett észre? Főzte a reggeli kávéját, át az automatánál, a pasia bevallotta neki tegnap, hogy mit tudom én. Meleg. Szeretője ja, van. Mi azt hitte, hogy én csak átszaladt itt keresztbe egy poloska padló szőnyegen? Az volt az, azt gondolta, hogy nyílt napon és gyerekeket is beengedett. Ja, igen. De mit tudom én, mit gondolj? Hányszor tudták csak volt tenni a gyereket. Tudod, hányszor állok én is ennél a szörnyűséges automatánál, és próbálok, hogy szendvics legyen, vagy csoki legyen. Igazából egyiket sem ennék, de éhes vagyok, a büfében lustig állok, és belemerülök az automatába. Szendvics legyen, csoki legyen, aztán veszed észre, hogy ez egy vízautomat. Igen. Jaj, de forró ez a kávé, ha hiszen ez friss víz. Szóval, hogy ne feltételezd egyből azt, hogy nem vett észre. Hát ezzel magadat bántod, tessék? Én a hétfőnek tudom be, mert valamikor szerdán köszön. De nem azt mondom, hanem, hogy ne feltételezd egyből azt, hogy nem köszönt, feltételezd, legyél jó. Ja, most magamat bántom ezt? Igen, legyél hogy fáradt. Tudod nekem, mit csinálsz? Ostorozod magad, hogy jaj, nem köszönt. Ne? Én, hogy mennyire mit más, tegyek, ugyanaz tegyek, a... hogy felhívom magamra a figyelmét. Nem. Istenem, hogy lehetek ennyire középszerű és szürke? És nem, tudod, én mindig azt mondom, az ember valósága az, amit önmagában összetesz. Azt éled meg valóságnak. Nézzük meg, mi történik, amikor Bali kimegy, és ott áll egy nő. És mondjuk nem köszön. És megint egy kompony alapi törés. Aranyom, keljen fel erről a hideg körről, hát még megfázik, mondanám neki. Dehogy is nem. Én azt feltételezni, eszembe nem jutna önmagamat valaki miatt ostorozni. Mit mondanék? Még ha köszönne is. Igen, mert nem aláhúzok egy lábtörlőt, hogy legalább ne fázom föl. Nem. Azt mondanám, hogy biztos nem látott. Mi a különbség? Ugyanazt a dolgot ítéled meg, de az egyik ítéletben önmagadat bántva lealacsonyítod magad, a másik ítéletben feltételezed, de... hogy nem veled van a baj, hanem biztos nem vett észre. De kvázi két dolgot feltételezel azonnal jól, hogy ő nem vett észre. De a zsűrrel hasonlítsa, nem magaddal, mert aki egyszer téged látott, az már azontól mindig téged lát. De most csak viszont mindenki... Viszont a zsűr kb. Olyan, mint én.
most akkor ezt a dicséretnek sem. A Zsül kimegy, ráborul az automatára, alszik egy órát, innen indulunk. Igen? Támasztja az automatát. Hát persze, hogy nem közelre. Nem is zavarja. De nem azt mondom, tehát, hogy nem mindegy, hogy mit raksz össze a saját világodból. Tehát ez egy valóság, amit te így érzékeled. Meg akarom mutatni, hogy a valóságnak többféle érzékelése van. Én azt mondanám, hogy biztos nem vetészel azért nem közön. Ugyanazt a valóságot éljük meg, de mégis más szubjektív hálón, szubjektív szemüvegen keresztül. Tehát nem szabad azt gondolni, hogy nem vett észre, azért nem köszönt. De így róla is rosszat gondolsz, de leginkább magadról gondolsz rosszat. Mondd azt, hogy biztos nem vett észre. Mit mondasz? Ugyanazt a valóságot ítéled meg, és de róla jót gondolsz. És ma sem. És már két hónap jelzgat. Róla is jót gondolsz, hogy biztos álmos volt, nem látod, de magadat sem hozod olyan helyzet, hogy nem vett észre, miért nem vett észre, közel, és akkor elmészted magad, rosszul esik, tudod, és akkor így nem ugyanaz a valóság, két különböző megítélés. Volt valami a férotok? Nem. A rég múltban? Nem. Semmi. Tehát mivel húzhattad ki nála a gyufát? Hát nincsenek ilyen a film, és beszól. Hogy vagy megházasodtam. lehet, hogy szerelmesen dühös. Tehát lehet, hogy van benne egy... Hallgatott minket 6-kor, és hallotta, hogy mit tudom, mint elmondtad, hogy hol voltál hétvégén a családoddal, a gyerekkel, a Mónikával, és ő most dühös. Így van, és azt mondta, hogy itt van ez a kis valaki. És nem is köszönök neki. Uh-huh. Tehát ő szerelmes, és így adja a tudtodra. Képzelem magam, az a kis Istenem, annyira imádom, annyira Isten lehet az egyéb. Nyilván ez történt. Nem? Én valahogy ezt érzem. Kérdezz meg tőle. Hogy? Hogy szerelmese beléd. Oda mész, meghúzogatod egy kicsit az arcát. Nem szabad. Nem szabad azonnal mindig mindent magadra venni, mert tele lesz a hátizsákod, és ezt nem tudod lerakni. Tehát, hogy próbáld meg egyszer. Mi van? Milyen lesz tele? A hátizsák. A putony. Hogy folyamatosan pakolod bele ezeket az általad negatívnak megítélt dolgokkal, tulajdonképpen azt hiszed, hogy ez így van, de közben csak a saját megítélésed miatt mondod azt, hogy biztos nekem nem köszönt, érted? És agyon nyomja? Köszönj egyszer úgy, hogy nem köszönsz nekem. Nézd meg, hogy mit csinálod. Jó. Szia Zsül, szia Feri, és ő neki nem. Azt el tudom képzelni, hogy téged ez mennyire megzavarna. Semennyire. És gondold el, mindenki, abból tennéd össze a saját önértékelésedet, hogy most véletlen valaki nem köszönt. Hát ez egy minden nap máshogy teszed össze az önértékelésedet. Ma nem köszöntek, ma nem szeretem magam. Ma rám köszöntek, ma nagyon szeretem magam. Hát mennyire labilis lennék, érted? Uh-huh. Jó, akkor majd tényleg majd nyitok felé. Jó? Mit jelent, hogy oda megyek, egy kapucsinóra. Ott van ez a beengedő, automatikus, akkor itt oda támaszkodok, így ránézek, látom, hogy kb. Akkor most kell bejönni, oda támaszkodok, és akkor arra jön, és azt mondom, hogy hello. Beengedhetlek, baby. Natura vagy panír? Hát úgy, aztán nagyon szimpatikus. Szerintem. Lehet, hogy először egy picit bántónak fog érezni, de amikor jobban belegondol, akkor szerintem. A natukt választ. De azt mondod, hogy egyszer köszön, egyszer nem. Igen. Ugye? Lehet, hogy amikor köszönt, akkor se neked köszön? Át, és azért valaki... Összekever valakivel? Tehát ma csak simán összekevert valakivel. Érted? Vagy nem ismert meg, vagy amikor köszön, nem neked köszön. Ott állt mögötted Balázs. És annak baromira örültél, hogy végre köszön, de akkor se rohadtul neked köszön, csak most nem állt mögötted senki. Nem, lehet. De kivel vagy, kivel keverhet össze? Mikó Istvánnal? De most komolyan. Mondom ilyenkor a megoldás, hogy fölugrasz és tapsolsz egyet. Vagy csak tapsolok és rák, és kiálltok. Hey, itt vagyok! Hey! Én ezt simán el tudom képzelni. Vagy nyomsz egy némi négyitemű fekvő támasztért, vagy gurulsz egyet ördögszekérbe, vagy megfogod a lábát és gurultok egyet. Az a baj, hogy a gurulásban ugye van egy olyan pillanat, amikor nem látom őt. És amikor felállok, és nem lenne már ott, az kellemetlen lenne. Szerintem a tapsolás kiáltás az jobb, az a járható. Hey! Ha úgyse. Akkor megvan, igen. Figyelj, hogyha viszont azt halljátok majd kintről, vittől, ami két megszólás között, hogy hey! 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 Akkor egy delegáció érkezik. Kérdezi a Feri, hogy mi ez, Balis? Semmi, jöttek 10-en, és egyik se köszönte Janinak. De üzemlátogatáson, de úgy látszik, senki nem köszönte Janinak. Jössz be nagyon leizzadva, tért, és lenyomtál 20 négyetemű fekvőt, azt ugrottál, 6-ot tapsoltál, 4 Fosbury-t belekevertél. Vagy valami kozák tánccsoport érkezett, és így gyakorolna. Igen. Na,
Egy érdekes témával folytatjuk, egy kimutatás szerint az ember, ha részeg... Hey! Ja, csak jött valaki. Nyugi, de nekem köszönöm. Az ember, ha részeg, sokkal bátrabban küld üzenetet, és ezen üzeneteket, ha nézzük, mennyiségileg 60-70%-át részegen állítólag mi megbánjuk. Erről szól egy újabb kutatás. Megvizsgáltak olyan SMS írókat, akik alkoholos állapotban küldtek el SMS barátnak, feleségnek, barátnőnek, és kiderült egyébként, hogy az ember valami olyan tudatállapotba kerül, ilyenkor nyilván megvilágosodik a sok alkoholtól, hogy másnapra az SMS-ek 80%-ára vagy nem emlékszik, vagy megbánja, vagy úgy érzi, hogy nem kellett volna elküldeni. Hát ez milyen szép dolog, mindenki volt már ilyen helyzetben, amikor is ugye hát megírod, felbátorodsz, elküldöd, és vagy holnap jössz rá, hogy mit küldtél, vagy amikor az este hátra lévő részében már józanodsz, és elolvasod újra a telefonodat, hogy úristen, ezt tényleg elküldtem én? Mitől lehet az alkohol gyagátlást? Valószínűleg ettől, nem? Mert hát szép a világ olyankor, kicsit kinyillik a régi szerelmeidet, visszasírod, és ma indítasz egy és indítod az üzeneteket az exeknek, vagy indítod az üzenetet a főnöködnek, vagy azon kollégádnak, aki egyébként nem merted neki megmondani hétköznap, hogy mit gondolsz róla. Bátrabb vagy, ez igaz, viszont ugye a helyesírási készség és a fogalmazási készség a nulla felé indul, már csak ezért is érdemes visszaolvasni. Akkor van szerencsét, hogyha tényleg nem tudsz egy értelmes szót beírni. De én látok különböző bulikban tényleg ilyen embereket, akik valahogy annyira le tudnak részegedni, hogy grafománok lesznek, és elkezdenek írni. És megkérdezed, hogy kinek, és tényleg, de most megírom, most mondom neki. De ez a főnöknek megy átlá. Hogy rám ez így soha nem jön. Vagy így nem is szoktam sűrűn nagyon berúgni, de ha berúgok is, akkor általában ott van. Mert olyankor elveszik a telefonodat, tudom. De nincs ez a fajta grafománia rajtam, hogy akkor most nagyon ki kell, hogy írjak magamból valami. Te írogatsz? Nagyon jó, persze. Tényleg? Hát már nem csinálok ilyeneket, de régen még. Már neked is le van tétve a kimenő. Van egy nagyon jó app rajta, tudod, ami azt csinálja, hogy ha SMS-t akarsz írni, akkor rákérdez három kérdéssel, és hogyha te túlmész a három kérdésen, akkor enged. Tényleg elküldöd annak a gyökér? Biztos, hogy ezt akarod írni? Érted? És ha a három kérdésen túljutsz, akkor engedi, elküldi az SMS-t. Nem hiszem el. Tehát önmagunkra vigyázó applikáció, hogy van, nekünk ne kell. Ne hülyeséget részegen. És szorzási, osztási feladatokat kell, vagy lexikális tudás, vagy csak ő kérdez valamit. Nem, hogy... az, hogy ön részeg? Nem. Tényleg azonnal nem. Lezár. Tényleg nem ez a három kérdés. És most mondja vissza azt a szót. Tehát a program bevizsgál engem, hogy így részeg van, vagyok-e? Így van, hogy alkalmas vagy az SMS megírására. Ha ez igen, akkor engedi elküldeni. Ha nem, akkor vége. És ha úgy értékeli a program, azt mondja, akkor te most ne küldj. Nem vagy olyan állapotban. Nem vagy olyan állapotban, letiltja az SMS küldő funkciót, amíg túl nem jutsz a három kérdésem. Kinek ír ilyenkor az ember leginkább? Főnöknek? Szerintem a főnököket osztják ki nagyon. Rengeteg olyan főnök van, aki péntek szombat hajnalban nagyon sok, vagy vasárnap hajnalban nagyon sok SMS-t kap. Exed. De az exednek miért írnál? Az exednek szerintem maximum a csajod ír, nem? Vagy te ki vagy borulva, vagy elhagyott, ha vagy megcsalt. Akkor elhagyott. Igen, tehát ha van sértettség, akkor igen. Neki, hogy. Akkor megírod neki, hogy egyébként meg... Mennyivel jobb pasival vagy te most együtt, és egyébként is milyen kicsi volt neki. És én most nem írok ilyet, hogy jobb pasival vagyok, de igen, de előfordulhat. Exeknek, főnököknek, szerintem ez a két kolléga, nem még a kolléga. Ex-főnök és kolléga. Ugye? Igen, így van. Na, nézzük meg, hogy igaz ez a kísérlet. Drága hallgatók, gondolkozom mindenki az elmúlt pár évből. Hogyha volt olyan szituáció buliban, esküvőn, bármilyen lerészegedés alkalmával, amikor ti úgy éreztétek, hogy most eljött az igazság pillanata. Most vagytok annyira részegek, vagy annyira őszinték, hogy el kell küldeni a főnöknek, barátnőnek, szeretőnek. Vagy éppen jelenlegi párkapcsolatnak, az is egy dolog. Vagy ez is egy érdekes dolog. Hogy most megvilágosodsz, előgyűjtesz a haverok, felturboztak és elküldöd neki, hogy mit gondolsz valójában. Akkor írjátok meg nekünk, hogy milyen állapotban volt, és mi volt az SMS szövege, ha emlékeztek rá, hogy mit írtatok, nem kell egészen pontosan, csak mit kapott a főnök, a barátnő, a feleség vagy az ex. Te sem vagy az a nagy küldözgetős, nem? Nem. Ugye? Nem. Mondjuk inni is ritkán szoktál, de hogy nem érzed akkor azt. Akkor én már nem tudom kezelni a telefont, tehát hogy akkor már megkapcsolni se tudom. Nem tudom. Én azt vettem észre, hogy te akkor szóban vagy gyilkos. Tehát, hogy neked jó, de akkor ő nem válogat. Viszont nem, én nem bánom meg. Általában nem bánom meg. Igen, de nálad nem kellett, hogy másfél két deci borra, és elkezdesz mészárolni. Ilyenkor mindig örülök, hogy azért van köztünk egy olyan kapcsolat, hogy nem én vagyok a céltábla, én csak állok melletted egy szintén. Majd akkor borra. Elmesélem, hogy mit mond, amikor nem vagy ott, jó? Az is lehet. Én nagyon szeretem mozizni. Ugye, én beállok, fogom a kis boros poharamat, és János. Kicsit megbököd, ott jön, most adjál ott jön. És János elindul.
Elindul és mészárol. Lesz szép is az Isten, a 2004-es Sziget Fesztivál volt a legjobb ebből a szempontból, de ezt már meséltem nektek, kitelepülésen voltunk, akkor még délutáni műsort csináltam a Péter Petrával. Picit és... megvilágosodtál? Nem picit. Úgy érezted most, ha világosodik az ember, az nagyon világosodjon meg, és a tankcsapda koncerten pedig ráadásul főnökre vonatkozó információk is elhangoznak, ugye vannak olyan dalok, amelyek... Tehát hát... a Szigeten az ember, igen. Na, és én már jó voltam, és akkor éreztem, hogy az akkori jelenleg programigazgató úrnak kell írjak egy SMS-t, ami után mondta, hogy akkor mindenféleképpen beszéljünk, és ráadásul az volt, hogy elkezdett hívogatni, én meg tudod, kinyomtam. Ú, de rossz, ez a nagyon rossz bátor része, várjál. Tudod, aki ne, kinyomja. Ne. És utána írtam neki, hogy most megalázó lenne, beszélgessünk, értsd meg. Fú, és ez az érzelmes, ez a nagyon rossz részeg, aki kicsit érzelmes, kicsit sértődött, kicsit, de azért be akar olvasni. Most minden ér megkapod. És kicsit kéreti magát. Mindenért megkapod, na ez voltam én. A tankcsapda koncert, mondtam, nem gondolod, hogy meg a Lukácsot hallgatom, és nem téged. Ilyeneket írtam neki. Szerintem nagyon örül. És az idő jó, de rossz a hely. És... Igen. Igen. Amit mond a tankcsapda, igen. Hát ezért mondtam, hogy oda vonatkozó szövegrészek voltak, és akkor így és írtam. Azt hitted, hogy kirúg, és azt mondta, nem, a büntetésed lesz még 4 évig, uh-huh. ugyanezt a műsort kell csinálnod a Petrával. Ha nem, jó volt. De ez is jobb egyébként, hogy ezt küldted el, mint hogy azt küldted volna el neki, hogy Györg össze a lepedőt velem. Igen, ez is egy tankcsapda szöveg. Igen. Igen. Na jó, drága hallgatók, tehát kinek mit küldtetek el illuminált állapotban, jó? Feleség kapott-e, főnök kapott-e, kollega, vagy éppen barátnő vagy ex. Jó, várjuk az SMS-eket, SMS számunk 06 745 00 00. 9 óra múlt 31 perccel, vagyis fél 10 múlt 1 perccel inkább. Hova ment? Kiment köszönő próbára? Valószínűleg igen, megint bedobja magát. Megőrülök neki, mennyi harca. Tapsolj, kiállts! Megőrülök, mennyi harca van a világgal egyébként. Döbbenet. Most elmen megnézni, hogy ott van-e. És újra tesz egy próbát. Újra tesz egy próbát. Igen, járassunk, még nincs itt. Egy buliban Anna helyett anyának küldtem gusztustalan tartalmú üzeneteket. Írja egy hallgató. Az nagyon szép, amikor a saját anyád meglátja, hogy nem vagy túl jó állapotban, és elolvassa, hogy mit gondolsz egyébként Annáról. Ugye arról beszélgettünk, hogy egy kutatás szerint az emberek 70%-a megbánja azt, amit buliban küld, mert hogy az alkohol miatt egy kicsit felbátorodunk, és hát leginkább alkoholos állapotban merjük, tudjuk kiosztani a párunkat, az exünket, a főnökünket, vagy éppen egy-egy olyan barátot, aki megbántott bennünket. És a legszebb, amikor ez a Anna helyett anyának küldöd el, és még részeken megpróbálod fölhívni az anyádat, kimagyarázni, hogy de ezt nem neked akartam küldeni. Hát Anna, akkor nem szabad telefonálni. Ja, igen, nagyon jó SMS-ek vannak. Leittam magam, mert kiderült, hogy megcsalt a barátnőm. Megírtam neki, hogy egy utolsó ribés, hogy fájjon neki azt is, hogy a húga sokkal jobb volt az ágyban. Anikó helyett anyának ment, volt nagy csend a húsleves felett vasárnap. Ezt Dave küldte nekünk. Ja, Istenem. Tapsoltál, kiáltottál? Voltál? Nyomtál négy üteműt? Figyelj, annyira ég a tenyerem. Vannak, igen, vannak érdekes történetek, közben SMS-ezünk éppen. Tuti egy nehéz vizsgámon euforikus állapotban, ja túl egy nehéz vizsgámon euforikus állapotban írtam a férjemnek, hogy mit, hogyan és hányszor csinálunk, ha hazamegyek. Majd ezzel a lendülettel elküldtem a fogorvosomnak. Aki visszaírta, hogy jöhetsz. Ez már azért inkább a félremenő SMS kategória, de most beolvastam, most még kifejezetten arra vagyunk kíváncsiak, hogy mikor írt az ember alkoholos befolyásoltság alatt SMS-t. Egyébként a fogorvosom visszaválaszolt, hogy rajta nem múlik. Na, ugye? Júlia. Igen. Volt nejemnek írtam meg a válás után, micsoda, volt nejemnek írtam meg a válás után, igen, hogy a főnök asszonyával csaltam meg egyszer, ő erre, én meg a tiéddel téged többször is, válaszolta uh-huh. volt neje. Erre írtam a főnökömnek, elmondom a nejének, milyen kecsek disznóval él együtt, a neje elolvasta, egész éjjel vele sírtam egy parkban borral együtt. Ezt nem, gyerekek, ezt én nem tudom kibogozni, ezt nem tudom kibogozni, ezt a történetet. Itt mindenki volt mindenkivel, nem? Én a főosztályvezetőmtől kérdeztem meg alkoholos állapotban hajnali 2-kor, hogy átmenjek lehúzni róla a bugyit. A probléma az volt, hogy egy 110 kilós férfi. Tibi bácsi küldte nekünk. Lehúzom róla a bugyit, igen. Egyetemi szalagavató után úgy berúgtam, hogy apámnak ki akartam fizetni a benzinpénzt, amiért eljöttek a műsorra. Jó a műsor, már küldte nekünk. Én alkoholosan a vízvezeték szerelőnek nyomtam félre egy SMS-t, amiben szerelmet vallottam. Ő boldogan visszaírt, hogy jó, ez neki nagyon jó, és neki tetszik, és én is bejövök neki, Timi küldte nekünk. Részegen küldött SMS-ben szerelmet vallottam a sógornőmnek, de sajnos a feleségemnek címeztem. Ó.
gondolom, névvel együtt írtad. Már hogy odaírtad bizony, az ő nevét. Mert hogyha nincs rajta név, akkor még kimagyarázható valamennyire a dolog. Hogy még mindig lobog az a tűz. Tehát a feleségednek elküldöd a sógornődnek szánt szerelmes üzenetet. És ugye nevén nevezett, hogy szia Ica, a felesége tudja, kiről van szó. Azért az nagyon kemény. Az nagyon kemény. Gondolom nem mentél haza. Utána egy darabig. Igen, főnökömnek nagyon utállak, a többit majd hétfőn elmesélem. Ezt küldtem SMS-ben. Ez jó, ez elég nagy képű. Nagyon utállak, a többit hétfőn elmesélem. Hétfő reggel behivatott, én nem emlékeztem semmire, mondta, hogy akkor meséljek. Én kérdeztem, mit? Ekkor mutatta meg az SMS-t, írja egy hallgató. Hát, hogy nem voltál ott akkor velem, és hogy nem együtt bulisztunk, már olyan jó lett volna, annyira hiányoztál. Na, megyek. Igen. Én az akkori apósomnak küldtem egy MMS-t véletlenül, alkoholosan, amiben magamról volt egy mesztelen kép, és ennyit írtam. A lányod után most te kapd be. Ez nagyon jó. Azért a papai nézi, üzenet, MMS, ki a fene küld nekem MMS-t? Ott áll a vejed, ugye? A lányod félfére áll mesztelenül, a lányod után. Most te jössz. Csúnya dolog. Kellemetlen volt vele az orvosi rendelőben találkozni. Ráadásul a papa orvos, igen, az nagyon-nagyon szép. Lányom az apjának írt. Szülinapom van, mert mindig elfelejted. És be is vagyok rúgva amúgy. Ez helyes. Egy tiltakozó kamasz, aki részegséggel próbál tiltakozni, hogy az apja elfelejti a születésnapját. Őszintére ittam magam, és ittasan megírtam a véleményemet... Megírtam a véleményemet Facebookon. A hölgy állandóan teleír üzenetekkel az üzenőfalat, hogy becsületesség így, őszinteség úgy. Én szóvá tettem, hogy akkor hogy megfogtak a Tesco-ban ruhalopással. Mi van? Micsoda? Nem is értem. Megfogták ruhalopással. Igen, aztán még egy-két SMS. Én minden italozáskor elmondom az őszintét, hozzáteszem, hogy majd hétfőn bocsánatot kérek. De az nem szép, az gyenge, nem? Ugye? Volt barátnőmnek, küldtem SMS-t részegen, én szakítottam vele, és vissza akartam könyörögni magam, de mégis azzal zártam le, hogy remélem nem lesz boldog az aktuális párjával. Jó, sikerült a könyörgés. Másnap kínosan kellett telefonálnom. Írja ezt is egy hallgató. Szilveszteri buli után vallottam szerelmet egy férfi kollégának. Hétfő reggel ő volt az első, aki a földszinten szembe jött. Végtelenül kellemetlen volt. Ezt ilyenkor utólag az ember nem akarja egyébként megbeszélni valahogy. Na de ha nem? Szerelmet vallasz neki, akkor lehet, hogy szerelmes is vagy bele. Akkor hát, meg már miért nem állsz bele a sztoriba, nem? Hát akkor már azt mondanám, hogy figyelj, azért írtam meg, mert egyébként tényleg szerelmes vagyok beléd, és végre kijött. Igazad van, ez a csúnya ital. Ráadásul, most persze mondjuk ez, hogy csúnya ital, meg hogy idézőjelesen őszintére ittad magad, de azért ezeknek az SMS-eknek elég komoly valóságtartalmuk van, ezt valljuk be. Na, ezt mondom, hogy ráadásul találkozol vele hétfő reggel, mert szombaton részegen megírtad neki, hogy kolléga, szerelmes vagyok, magába járjunk, akkor miért nem folytatod? Akkor mondasz, hogy figyelj, tényleg ez van, tényleg szeretlek, ciki, nem ciki. Józalon is ezt érzem. Igen. Sziasztok, srácok, én egyszer egy átmulatott iszogatós éjszak után hazakísértem egy lányt, aki felhívott magához, a dolog megtörtént, miután hazaindultam fáradtan, piásan, véletlenül a lánynak küldtem el a haverom helyett, felcsíptem egy kis szőkét, és jól meg is kapta magáit. Nem kellett többet menni, gondolom. És jól meg is kapta magáit. Amit nem akarsz olvasni, nőként olvasni. Figyelj, akkor is rá jól megadta neki, ahogy akarta állat. Szerintem még mindig nem tért magához. Hallod, Józsa. És elküldöd ezt a lánynak. Igen, hát azért az finom. Páromnak küldtem a következőt, egy csapatépítőn. Ha hazamegyek, beleharapok a szép fenekedbe, csak vége lehetne már ennek az idióta csapatépítőnek. Képzeld, az idióta főnököm itt ül mellettem és vedel. Elküldve, mivel ittas voltam, Barbie helyett Baromarcunak, alias a főnököm. Ha, szép neve van a főnököm. Egyébként, ha már éppen elment a főnököd, igen. Én a főnök asszonynak írtam erotikus tartalmú teli üzeneteket egy illuminált éjszaka keretén belül. Az üzenetben ennyi volt, hogy úgy elkaplak, hogy másnap lábra se tudsz állni. Válasz a következő volt, várlak bátran, és ha igaz a dolog, még fizu emelést is kapsz. Mondd már meg, hogy mi lett a folytatás. Jó fej a főnök. Egyébként nem? Tehát nagyon, itt a főnök az szó. Főnök azt, hogy az rendben van. Igen. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt
a Best of Morning Show. Most szerdán egy nagyon fontos évfordulóhoz érkezünk, mert hogy Marty McFly szerintem sokakat mond. Valamit ez a név, Marty McFly és Doki, ugye a Visszajövőbe című film második részében pontosan 2015. október 21-ébe szalad bele. Vagyis ők, amikor elindulnak 1985-ből, akkor 30 évet mennek előre ugye az időben, és megérkeznek 2015. október 21-én a jövőbe. És egy csomó dolog van, amiről azt gondolták a készítők 1985-ben, hogy ez 30 év múlva már a realitás lesz, és bizony repülőautók és önbefűző cipők között fogunk majd száguldozni. És próbáltam én is így visszagondolni, hogy mi volt ebben a filmben, és azt kellene megnézni, hogy mi az, ami végül összejött, és mi az, amiben igazuk lett, mert hogy két nap múlva van ez a nagyon fontos dátum, a filmrajongók tudják, ugye, hogy hát ez alapmű igazából, ha valaki nem látta, nézze meg Visszajövőbe. Három rész készült belőle, és egy DeLorean segítségével jönnek-mennek. Jönnek-mennek az időben, hogy 1985-től 2015-hol pedig 1885-ben vannak, ugye, avagy nyugaton. De a DeLorean csak a kaszni, ugye, mert ott a fluxus kondenzátoron van. Igazából a fluxus kondenzátor. Az biztos, igen, hogy nem jött össze. Az nem jött össze, főleg nem olyan fluxus kondenzátor, ami adott esetben konyhai hulladékkal is működik. Például banánhéjjal. Úgy, igen, a másodikban már ugye rájön, hogy vagy már nem kell hozzá más, csak sima háztartási személy. Na, ugye arról szól, hogy van egy őrült doki, a feltaláló, aki tényleg rájön, hogy időgépet tud építeni, megépíti, és mindenféle kalandóba keverednek Marty McFly-jal, Michael G. Fox-szal, és utaznak. Láttad? Vagy hát az első, talán az első, igen. Atya ott van Isten. Az a villámcsapással jönnek vissza? A villámcsapással mennek vissza a jövőbe. Igen. Vissza a jövőbe, ahonnan jöttek. Az első dereng talán az, de lehet, hogy csak félig. Félig láttam azt is. De se a másodikat, se a harmadikat nem láttad? Képzeld el. Na mi hát van? pedig ez nagyon jó. Itt mutatom neked az időgépet, az így nézett ki. Tehát ez volt maga a kis DeLorean, amin száguldottak, ugye? És ebből épít a Doki jövő, egy jövőbe utazó időgépet. Uh-huh. Hogy van ez, hogy megnézted az első részt, és azt mondtad, hogy nem érdekel már a második, nem, hogy ez nem jutott el hozzá? Nem, ott a rock and roll-t még élveztem, ebben van, hogy gitározik, ugye? A Marty McFly, ő lesz Chuck Berry. Illetve Chuck Berry tőle lopja el azt a legendás riffet. Igen, és nagyon vigyáznia kell, hogy nehogy összejöjjön a saját anyjával. Aha. Igen, mert a saját anyja beleszeret. Na, itt vannak 2015-ben, és ez pont az a rész, amit meg akarok nektek mutatni, amikor megérkeznek a jövőbe. Éppen ülünk. Most mondja el a csajának, hogy időgében ülne. 2015 van. 2015. október 21-e. Jó ég, tehát nem vicc az egész. És megismerhetjük a jövőnket. Doki, azt mondta, házasok vagyunk, ugye? Igen, házasok. Igen. És nagy esküvőnk volt. Azt is láthatjuk, milyen volt az esküvőnk. Na igen. Vajon milyen lehetett az esküvőíró? Na, hát itt a Dokinak ugye feltűnik, hogy a csajsokat kérdezősködik, majd kiiktatja, elaltatja, a szemébe világít egy ilyen kis lámpácskával, és a csaj azonnal elalszik. És a kérdés erre vonatkozik, ugye már ezen kezdhettek gondolkodni, hogyha most lehetőségetek lenne arra, hogy megalkossatok valami olyat, amit lehet, hogy csak 20-30 év múlva találnánk fel, mi lenne az? Ugye szerintem a készítők is úgy gondolkoztak, hogy mire lenne igazán szükségük 1985-ben, és ugye hát a fantáziájuknak köszönhetően megalkottak egy csomó dolgot, amiről azt gondolták, hogy majd ez már létrejön 2015-ben. Nem lett egyébként igazuk. És a legtöbb dologban tévedtek, mert nem sikerült eltalálni, hogy mi lesz. Ugye ott voltak a repülő autók, azt gondolták, hogy 2015-ben már 30 év múlva simán repülnek majd az autók. Ez nem jött össze. Hát ez nem. Ez nem jött össze. Jó, de ez már mondjuk annak idején a Fantomas filmekben is meg... Víziolátás. Jó, de ők nem mondtak dátumot. Mondjuk ez is. Az önmagát megszállító és méretre igazodó Jackie is ugye volt már, hogy az 2015-ben realitás lesz, hogyha vizes vagy, belebújsz ebbe a kabátba, megszállítja a hajadat, és méretre igazíthatod. Teljesen beteg. Az egy hatalmas baromság volt, mert hogy azért valljuk be őszinte, most egy olyan kabátra miért van szükség? Egy vízlepergető hatású kabátra van szükség, olyanra, ami nem ázik át onnantól kezdve, nem kell beszállni. Azért az bírná, megnyomsz egy gombot, megszállítja a hajadat, megszállítja a hajadat, azért az bírna. Tehát az nem lenne rossz. De és a méretre állíthatósága azért nem volt baj, mert ők ugye kitalálták, hogyha megnyomsz egy gombot, igen, akkor felveszi az alakod. Akkor az felveszi az alakodat, és feltűri a kabátnak az ujját. Tehát méretre állítható. Nagyon kiszínű, méretre állítható. Kettő függetlenül, tehát hogy maga a művelet, és utána a végeredmény hát.
Igen, aztán volt ugye a légdeszka, amin kísérleteztek, az hogy meg ezt megpróbálják megcsinálni, de nem sikerült túl jól. Ez valaki megcsinálta? Ez meg is van már ez a légdeszka, csak hát egy speciális pálya kell hozzá, amit lehet használni. Ja. Tehát kint az aszfalton még nem tudod használni, de magát a deszkát és a hozzátartozó pályát, azt már létrehozták, ez már kész van. De igen, a filmben nem pályán ment, hanem bárhol tudtál. Igen, bárhol. Légdeszkázni. Kivéve vízen, azt hiszem. Mert hogy ott talán ott volt egy olyan részben, amikor a vízen nem működik. A vízen nem működik. A vízen nem működött. Tehát a múzeum előtt ugye a vízen, igen, nem, vagy a könyvtár előtt ott hiába hajtott, ott nem működik. Volt például egy nagyon jó szerkezet benne, a pizza hidratáló. Arra emlékeztek? Micsoda? Ami arról szólt, hogy beraktál egy ilyen kis vitamin nagyságú kis pizzát a mikróba, és ha 4-es hidrációra kérted, akkor az azt jelentette, hogy körülbelül 20 másodpercen belül neked meghidratálta a pizzádat. És egy nagy pizza lett belőle. És egy kis zacskóból elővet 4-es hidráció, benyomja a 4-es gombot, és azt mondja, hogy nagy éte, aztán igazán tudsz pizzát hidratálni. És jelentsen ez bármit is, és egy ilyen kis téli szalámi méretű pizzából nagy 40 centis forcsogó, gyönyörű pizza lesz, amit ő ugye kivesz a mikróból. Ez se valósult meg, nem tudták megcsinálni. Nem tudom, hogy akarták, nem tudták megcsinálni. Amit megcsináltak, az a telefonszemüveg, ennek valamilyen, hát Google-os változata, ugye a Google Glass létezett, aztán ezt lefújták. Mert ugye a telefont ő maga elé veszi, és ott látja, hogy kicsönget, kikeres, mi hiányzik a hűtőből. Tehát ezt ők már 1985-ben gondolták, hogy ez meg lesz. Akkor ez, de ez már tudjuk. Nincs, már azóta törölték a Google-re ezt, tehát az már nem egy futóprojekt. Azt lefújta a Google, és azt mondták, hogy ezt köszönik, ők nem. Még kísérleteznek rajta egy ideig. Tehát ez működött, ez megvan ez a rész, mikor lehúzza maga elé. Jó. Aztán azt mondja, hogy mi van még. Ez a cipő, amiről meséltetek. Azt megcsinálta Nike. Ja, az de van. Csak egy ilyen 1500 darabot. Aha. Állítólag akarnak belőle csinálni. Önbefűződő tornacipő. Jó, hát ez jó, vicces. Igen, ókás, de hogy egyébként túl sok értelme annak sincsen. Az ugye arról szólt, hogy te belebújtál, és abban a pillanatban a cipő befűződött, és ők tudták, hogy jön ez az évszám, és arra kiadtak valami 1000 vagy 1500 darabot. Nem láttam ezt, te láttad működni? Interneten mutattak erről felvételt, hogy én csak mit ilyen kamufelvételeket láttam. Tehát belőle, az igazit nem? Nem, az igazit, azt nem. De önmagában egyébként túl sok értelme ennek a találmánynak sincsen. Tehát annak idején volt például, azt hiszem, hogy talán ez a Puma Disc System volt az, ami ugye egy tekerős, befűzős változat volt, és ez is egyetlen mozdulata megtekerted, mert volt egy ilyen tárcsa rajta, és akkor befűzte a cipőt. Tehát, hogy aki mondjuk ennyi energiát sem akar belefetszölni mondjuk a cipő befűzésébe, hát az... Na igen, de az nem, ha egy ilyen lenne, vernék egy ilyet, az biztos. Tehát mondjuk... azért az menő, hogy a tépőzár az csak így áll. Marty McFly, amikor megérkezik a jövőbe, megijed egy 3D-s cápaképtől, ami ugye kiugrik, és Marty így összekuporodik, mert azt hiszi, hogy a cápa meg akarja enni. Na talán ez az, ami valóság. Mozi, ezt már meg tudják csinálni. Tehát a mozi, ez a 3D-s megcsinálta. És ez egy picit igényesebb, mint ez a cápa, ami ott kiugrik a semmiből. Igen, és ugye Márti áll egy hatalmas nagy téren, megjelenik a cápa, összezárja a fogait, és szegény ugye nem tudja, hogy az micsoda, és lekuporodik, mert azt hiszi, hogy egy baromi nagy fehér cápa el akarja kapni. És aztán lesöpri a vállát, és mondja, hát egy hülye trükk ez. milyen béna. Na, ennél már jobb is van. Ennél már jobb is van, igen, de nagyjából semmi nem jött be az alkotóknak. Semmi. Nem, semmit, nem tudtak, semmit nem tudtak hozzátenni. Mennyivel többen jött Jules Verne-nek? Jules Verne-nek nagy volt a találati aránya. Ő igazából, ő egy orákulum volt. Ő mindent eltalált, igen. A pontos időjárás elemzés sem sikerült, ezt Gyuri küldte nekünk. Az... Köszönjük szépen. Igen. Szóval, hogy tényleg csak a légdeszka, de az is egy kezdetleges verzió van. Készülnek a fanok egyébként erre a holnap utáni dátumra? Akik nagy fanok, azok tudják, hogy az október 21-2015 az ennél a filmnél ez egy alap. Alapdátum, biztos, persze. Nagyon sok cikk elemezgeti most egyébként, hogy 30 évvel korábban mi az, amit a rendezők megálmodtak, vagy a rendező megálmodott, meg a forgatókönyvírók is, mi az, ami létrejött, mi az, ami nem. De na most... megnézem a másik kettőt is, na. Az a baj, hogy ez felnőtt fejjel már nem úgy nézed, igen. Mondjuk nekem évekkel ezelőtt volt egy ígéretem, és ezt is fogom tartani. Ezért is szerencsejátékozok a kis tételben, hogy ha egyszer milliárdos leszek, akkor veszek Balázsok egy DeLorean-t, egy eredetűt, egy olyat, ami meg van építve, olyan Marty McFly-osra. Egy olyan visszajövőbe jellegűt. Mert az igazi fanok, azok például annyira utaznak ezekre, hogy tényleg megveszik az autót, és aztán pedig összepakolják maguknak mindenféle futófényekkel, mindenféle kamu, fluxus kondenzátorokkal, stb. Egy az egybe úgy, ahogy a filmben is kinéztek. Azért ott már kell lenni elszántságnak, meg fanatizmusnak.
csodákat lehet látni fönt a neten. Igen. Az álomkeltő generátor, ugye amivel pont a Márti csajának a szeméből belevilágít. Hogy Doki, menjen innen, mit csinál, mit csinál, nem kell aggódni. Ez csak egy álomkeltő generátor. Ami arról szól, hogy két ilyen kis fény belevilágít a szemedbe, és abban a pillanatban elalszol. Abban a pillanatban elalszol. Igen. Írja valaki, hogy ez a mai Gina egyébként, ja, csak igen, hát egy barátságosabb, uh-huh, egy barátságosabb verzióban. Csak az előbbi külsőleg, ez meg belsőleg van, mármint a Gina. Valahol a Mártinak a kezében, nem is tudom, van egy tablet, ami ugye hát összejött, mert ugye ők valamikor ránéznek valamilyen kis monitorra, és ott csinálnak rajta valamit, na, azt meg tudták csinálni. Tehát 1985-ben már tudták, hogy lesz tablet, vagy akkor már valószínű, hogy kísérleteztek ezzel. De ha mondjuk mi most elképzeljük, hogy mi lesz 2045-ben, ugye az 30 év, pont jól számolok, ugye? 2015-2045. 30 év. Ja, valaki írja, hogy a fekete elnök. A fekete elnök. Emlékszel, hogy bejön a takarító csávó, aki mondja, hogy egyszer él ezek az Amerikai Egyesült Államok elnöke? Egy bárban takarít. Van. De aztán az első részben van, vagy a másik, nem tudom, bejön takarítani. És ő lesz aztán a harmadikra. Valamikor aztán, erre van egy geg, erre már nem emlékszem, de erre van egy poén fölhúzó, hogy az vagy sikerül neki, vagy valaki fölismeri, hogy ő az, aki ott takarított. Igen, tehát ebből csináltak egy geget. De mondjuk, mi lenne 2045-ben, tessék? Most mindenki leadhat egy jóslatot, vagy az, amit szeretne, és milyen jó lenne, ha ezt már 2000... megcsinálnánk. 2045, 30 évvel később. 30 év, hát... Tehát mire lenne szükségünk, amit szívesen megalkotnátok nekem úgy, nyugdíjra. Hogy... hát, jó, lehetetlen dolgokat nem mondjál. Tehát mit... Most mindenki szabadjára engedi a fantáziáját, ha egy dolgot mondhatsz, ami neked jó jönne, szeretnéd, és hiányzik, hogy miért nem alkottál meg, és az, hogy meg lenne 2045-ben. Mi lenne az? Vagy minek örülnétek? Amit szerintem tök jó lenne megcsinálni, ha nem használnák föl ellenőrzésre, az az, hogy születésedkor beültetnének a kezedbe valahova egy olyan csipet, amin az összes olyan dolgot tudnád csinálni, hogy bankkártya van rajta, hogy mondjuk ajtónyitás, hogy autónyitás, érted? Lenne egy ilyen kis valami a bőröd beültetve. Egy dolgot kérhetnél, és az egy csíp lenne a bőrödről, mert tudod használni a bankkártyádat. Milyen tök jó lenne. Nézd, nem bankkártya, ajtónyitás, autónyitás. Például ma nem kerested volna a kocsi kulcsodat. Na, hanem csak odaérinted az izének, a DeLoreannak a műszerfalához, és már jössz is. Hát ez nem túl izgi. Hát praktikus. De mi, hogy minden benne van a kezedben, és nyitod az ajtódat, a kocsidat, a munkáján az ajtót, ennyi. Nem jó, mert elviszik a kezed akkor. Nem mondanád azt, hogy milyen jó lenne, ha megcsinálnak már 30 év múlva mondjuk a teleportálást, hogy elindulsz a munkahelyedről, de már nem az lenne, hogy ez egy nagyon béna, nagyon analóg sztori, hogy beülsz a munkahelyedre, és autóval, tömegközlekedéssel megérkezel. Nem azt gondolom, hogy legyek itt. Lenne egy szerkezeted, és beütöd a helyszín. És azt mondod, hogy el tudsz indulni, nyilván teljesen irreális. De akkor is azt mondanád, hogy az indító kulcs. Elkevertem arról az indító kulcsot, mert tegnap a Vikinek a teleportálójával teleportáltunk. Úgy lenyomattal indulnám. A Noelnek a születésnapjára is. Na oda kéne az én találmányom, érted? Tehát ahhoz, hogy a te teleportod működjön, ahhoz kell a beépített csip. Én nagyon szeretnék egy olyan kapszulát is például, amit mondjuk fejenként, mint a vény alapján kapható lenne, egy évben te mondjuk 10 darabot használhatsz fel, de azt a 10-et, ha beveszed, akkor, és ennek vannak ugye most szintetikus változatai, csak azok kevésbé érdekelnek, hogy egy előre meghatározott időintervallumig azt mondod, hogy kilövi az alvást. Tehát neked most egy olyan szakasz van az életedben, hogy 3 hétig, egy hónapig te mondjuk nem alszol, de nem vesz igénybe a szervezetedet, nem fáradsz, nem mész tönkre, és mondjuk évi fejadag 10 darab ilyen kapszula, vagy 5 darab ilyen kapszula, maximum egy hónapos intervallumot tudsz a patikában kérni. És azt mondod, hogy 3 hétig te most az éjjeleket, a nappalokat és mindent ugyanolyan intenzitással tudsz megélni. Mert nincs szükséged most, neked ez egy elpazarolt idő. Az a 8 óra, aha, az a 10 óra, amit te alvással töltesz. És egy fejadag lenne, amit mondjuk ki tudnál használni, hogy mennyi ideig nem akarsz aludni. Nyilván nepperkednénk vele, és nyilván vény nélkül is megpróbálnánk a patikába egy csomó ilyet kérni. De nem mondd, hogy nem elpazarolt lenne idő. Lenne belőle olcsóbb, de picit károsan mellékhatásokkal járó román változat. Igen, leáll a mellékvese, megtereli a szívet. És gondold bele, hogyha ugye csecsemőkorodban sokat alszol, én ezen nagyon sokat gondolkodom, hogy hogy lehetne az alvás időt lerövidíteni. Hogy mennyire egy haszontalan idő. Persze, regenerálódik az agyad, a tested, egy csomó minden bölpítőkülyeség kell. De nincs olyan, tehát nem tudok mit csinálni. Hogy lehet lerövidíteni két gyerekkel. De ha te 60 éves vagy,
és mondjuk csak az évi, naponta csak egy harmadot aludtál, akkor 60 évből 20 évet átaludtál. Tehát az életed egy harmada arra ment el, hogy öntudatlan állapotban horkolva, felakadt szemekkel, te igen. egy ilyen szemlekötővel, füldugóval, én folyó nyállal, te folyó nyállal a kis pizsomádban, az én mellemmel alszom, de mindegy. Magzatpózban, öntudatlan állapotban fekszel. A legértelmetlenebb időtöltés, nem? Hát, 60 évesen 20 az. Évet nagyjából átaludtál. Hogy ezt valahogy leredukálni. De mi van, hogyha... Jó, akkor én meg egy másik fajta tablettát találnék ki, és annak a tablettának meg az lenne a lényege, hogy én nem mulasztanám el az alvási fázisokat, tehát hogy az alvási fázisok megmaradnának, viszont lenne egy kis dobozom, amiben különböző tartalmú álomkapszulák lennének, és mindig annak megfelelően. Tehát gyakorlatilag egy párhuzamos dimenziót hoznék létre azzal, hogy irányított álmokat küldenék. Az a baj, hogy idő után az álmodat élnéd valóságnak. Tehát egy idő után már alig várnád, hogy aludhass. Tehát ugye az... Ez tök jó, van ilyen, van hasonló van film, ilyen. Hogy az életed mondjuk, az életedből egy csomó minden hiányzik, igen, de álomkapszulában előre beírnád, hogy mit akarsz álmodni? Igen. Fú, de szeretném. Fú, de jó lenne. Mekkora lenne már? Egyszerűen hagyd menjek már a te álmodó, mert ott tudom, hogy mik lennél. Hát csak szex. Én egyszer szívesen meghívlak, ha adok neked egy kapszulát, hogy eljöhetsz az én álmomba. De én nálam beteg dolgok lennének, nagyon durva dolgok. Nálad viszont kiszámítható módon tudom, hogy mi lenne. Hello, Jani, itt vagyok az álmodban. Aha. Melyik szobába menjek és be, és mi válaszol. Léci, Bali, ne csináld már ezt, basszus. Neked is vannak saját álmaid, hagyd már, hogy hagyj éljen meg a saját párhuzamos életemet egyedül. Így van, incepció. Bemennék az álmodba, és beültetnék egy gondolatot a fejedbe, uh-huh. hogy mire fölébred egy, te már azzal a gondolattal indulj dolgozni. Ugye, Christopher Nolan ezért zseniális, mert a csávó olyanokat tud szerintem, amit más kevesen. Na, mi? Szkanderozunk a hátán? Léci már! Nem, én a te álmodba biztos, hogy úgy mennék el, mert tudom, hogy miről álmodnál, és tudom, hogy bizony egy Hugh Hefner házában lennék brutális a sok nővel, hogy valahogy megpróbáljam a vele kizökkenteni. Jönnék Ja, Jani, már megint itt. Tehát valahogy megpróbálnék téged ebből az álomból kizökkenteni. Nem lenne rossz. Programozható álom, ez nekem tetszik. Ez jól hangzik, vagy hogy a programozható álom nem jön össze, akkor az a pusztítóban látott szerkezet, ugye, ahol Sandra Bullock és Sylvester Stallone szeretkeztek úgymond egymással, hogy mind a ketten felvettek egy szerkezetet, és testi kontaktus már nem volt. Ugyanakkor azzal, hogy felvették ezt a szerkezetet magukra, az agyuk olyan ingerek kapott, mintha együtt lennének. Hát de ha ott van az álomkapszula, akkor már nem akarsz virtuálisan senkivel együtt lenni, mert elmennél a kis csoki tortádat, megennéd, nem tudom, bekapnád a kapszulát, és 12 óráig brutális őrület lenne. Na, hát ehhez képest most, hogy egy ajtónyitó csipet rákok, azért sehol nem vagyok. Azért sehol nem vagyok, gyerek. Érted? Hát gyerek, én a praktikumban gondolgattam. Lerövidíteném az életet, mert meghosszabbítanám, hogy ne kéne annyit aludni, az álomkapszula nagyon csak jó, beprogramozott. És én meg jövök a neked hülyed. Meg kinyitna az OTP az ajtaját, amikor be akarsz menni egy átutalás elintézni. Azért én nem akarok oda menni. Hát gyerek, kivek egy ilyen csettint és lefőtt egy kávét. Ez se rossz. Előre. Ez is jó. Ezt is beletenném. Ezt a funkciót is. Azt a betyárját. Egyébként mindent ezzel a csippel működtetnél. Hát ezt mondom, hogy minden benne lenne. Azért az nem rossz, most gondold el. Például az álomkapszulás dobozodat is ezzel tudnád csak kinyitni. Mész. És kinyílik a fürdőszobájt. A betyárját neki fel. Hideg víz, meleg víz egy mozdulata. Ja, az már megvan. Nálatok, de nálunk még alá kell gyújtani. Hát azért... A betyárját. Drága hallgató, tessék, engedje mindenki szabadjára a gondolatát. Felfedezhet egy dolgot, amiről azt gondolod, hogy realitás lehet, vagy szeretnéd, hogy realitássá váljon, szabad kezed van, bármi. Mi lenne az? Nem feltétlenül kell azt gondolni, hogy 30 év múlva megvalósul, de ha kezünkben lenne kicsit a saját sorsunk és a történelem, mi lenne az az egy dolog, ami megkönnyíteni a hétköznapot? Kinek álomtabletta, kinek kevesebb alvás, kinek nyíló ajtók, ki mit... Kinek mi van benne? Önérlelődő kolbász például, na mit szólsz egy ilyen? Nem, azt nem engedjük ki a kezünkbe. Nem engedjük ki a kezünkbe a gyors érlelésű kolbász, de mégsem a gyors érlelése, hanem hagyományos úton érlelődő gyulai vastag kolbász. Ott az út is élvezetes. Az út is, amíg eljutsz odáig, az is élvezetes. Viszont például ne feledkezzünk meg a csúcshatásnak, a szuperdrogjáról. Ú, de jó film. Azért, amikor az agyadnak azt a kapacitását is ki tudod használni, meg az agyad úgy fel tudod pörgetni, gyakorlatilag 100%-osan működik. A Bradley Cooperre játszik benne. Az mekkora. Ennek egy remake-ét csinált a Luc Besson a Lucy-ben, amikor ugye egy kábítószer szintén segít, hogy kihasználd az agyad 100%-át. Zseniális film. Már nem a kábítószer része, hanem hogy mi történik, ha elvileg
kihasználnánk. Na, szóval írjátok meg nekünk egy dolog, amit ti feltalálnátok. Mi lenne az, és életünk melyik területén segítene bennünket? Tehát mit csinálnál vele, melyik részét könnyítenéd meg az életednek? A munkát, a szerelmi életet, a magánéletet, a gyermeknevelést, a vezetést. Hát annyi minden van, hogy igazából hajnalig lehetne sorolni. Hogy mennyi mindenre lenne szükségünk, nem? Amivel egy kicsit könnyebb. Igen, amivel egy kicsit igen könnyebb de a lenne. Csippet, amivel például metrózhattok annak, látod, az annak ellenére, hogy például. Mondjuk nem kezeltetek jegyet, azt leírjátok. Az benne lenne a BKV bérlátára. A betyárját, Feri. Ne, ti nem érzitek túl veszélyesen át az a baj, túl veszélyes vagy. Nem, én azt megélem. Magas a léc, de próbáljátok átugrani. Túl veszélyes vagy. Az önműködő fotocellás ajtók és a BKV leolvasó csip a betyárját. Hát mind az egyben, érted? Egyben. Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Gyerekek, nagyon érdekes témával foglalkozunk. Egy picit elbeszéltük az időt, de nem baj, tudunk ezzel foglalkozni. Ugyanis egy 30 éves férfi éles témaváltás volt. Várjátok azok kedvéért, akik nem tudják követni. Köszönjük. Egy 30 éves férfi jelentkezett az első fejét ültetésre. Jézus. Az első fejét ültetésre orosz, brit és amerikai média beszámolók szerint egy programozó önszántából vette fel a kapcsolatot egy vitatott olasz sebésszel, aki elvileg azt mondja, hogy technikailag megvalósíthatónak tartja a fejét ültetést 2016-ban. Na. És ő önszántából jelentkezett, ugyanis egy nagyon ritka genetikai betegségben szenved, nincs más esélye, mint hogy fogják az ő fejét, leveszik a saját testéről, és átteszik a donor testére, összekötik az idegszálakat. Hát most mondom ezt úgy, mintha egy ablakot kéne, nem tudom. Igen, azt akarom mondani ezt a magabiztosságot, amivel nyomod. Szalagozzuk a két vezeték végén, amit és átteszik a donor nyakára az ő fejét. Nagyon jó. Hogy várjuk az olyan SMS-eket, amik úgy kezdődnek, hogy szeretem a feleségemet, de... Ezt akartam kérdezni, hogy honnan van a donortest? Találok egy donortestet, akinek mondjuk jó karban van, fölajánlja, fiatalon halt meg. Hát igazából itt nem ez a legnagyobb kérdés, donortestet lehet találni. Nem? Hát kicsit így megakadtam. De várj, ne arra gondolj, hogy itt most, tehát most ne arra morbid dologra gondoljunk, hogy ők fejet cserélnek, mert mókáznak, hanem van egy donor. Nem, csak nem is erre. Aki ugye már nem él, de mondjuk felállott a szemét. Nyilatkozta a fókuszban. Azt hittem, ez az évszázad poénja, de... Gönci Gábor kérdésére elmondta, hogy... Tehát megvan a donortest, 150 fős lenne állítólagosan az orvosi stáb, 10 milliárd forintos műtéti költség lenne, és 36 órán át tartana elvileg az operáció. Mondta egyébként ezt azt az orvos, aki azt mondja, hogy szerinte ezt megcsinálható. 150 fős orvostáv állt, az egy jó nagy műtő. Hát gondolom azért ott, mind, tehát, hogy mire, ott mindent összeraksz, hogy az mozgasson, ugye az agy, az idegek, a vérellátás, az izmok, azért biztos, hogy egy nagyon komoly dolog. De most ez az jegyzetelik el serénye, hogy mi volt már meg, és mi nem. Mit hova kötöttél? Ha az orvos olasz azért, akkor tehát én nagyon szeretem őket, tudjátok, de ott van egy kis hebrencség. Azért, mert te is azt mondtad, hogy ezt ő állítja egyedül, hogy meg tudja csinálni. Ezt ő állítja egyedül, igen, egyébként... meghívták már a dokit egy amerikai orvosi konferenciára, nem azért, mert hogy ezt végrehajtatónak tartják, hanem mint újítás, hogy mondja el, hogy mégis ezt hogy szeretné. De a 70-es években már volt kísérlet, írja ez a cikk egyébként, ott majmokkal kísérleteztek a fejátültetéssel. Aha. Az akkori transzplantációk egyébként nem sikerültek, de azt mondja a doki, 45 év alatt már nagyon sok minden változott. Hát nyilván itt a fej lenne az, ami mondjuk marad az eredet, és akkor egy testet keresel inkább magadnak, mint új fejet, mert hát ugye tudod? Tehát, jaj, de szép új testem van, érted? Ez így például ez egy reális mondat, egy fejelt ültetés után, de az, hogy jaj, de szép új fejem van, az nem működne. Viszont a karom az enyém, tudod? Mert hogy a fejedet levágták. Na de most mi van, ha ez 30-40 év múlva megvalósítható lesz? Tehát arról olyan irányba halad az orvostudomány, hogy 30-40 vagy 50 év múlva akár emberek fejet cserélhetnek? Tehát lehet előfordulhat az, hogy mondjuk Feri nem a magyar George Clooney lesz, hanem George Clooney lesz? Maga? Megkapja a testet?
De akkor mit csinálunk George Clooney testével? Tehát azért ott nem a fejével. Lesz egy plusz test, azt tovább kell adni, ugye? Tehát akkor mennek körbe. Nem, egy plusz fej lesz, mert a teste a az már... Jó, de bocsánat, plusz test is lesz, mert akkor az enyémmel mi van? Érted? Aha, hát akkor figyelj, megmondom neked, akkor lesz egy amerikai, olasz, görög, nem tudom, minek, na, milyen náció jössz ki Rákóczi Feri. De ott a, miért? Ezt a George Clooney fejét te megkapod. Érted? Ő ezen meg megkapja a testen egy George fejedet. Clooney fej. De nem cserélünk, ugye? Hanem az van, hogy az egyiknek szegénynek vége, és akkor megkapod te újításként a testet. De hát ott figyelj, például itt valaki ide, és hogy... A cserében nincs nagy biznisz. Igen, hát az most... Jól nézel ki, Ferikém, cserélj már. Jó formában vagy. Tehát jó formában vagy. Jól felszívtad magad, cserélj már. Most annyira rendben van a tested. Igen, átadottan a jó-jó effektus. Szeretnéd kipróbálni, hogy milyen az élet 100 kiló felett. Akkor fejet cserélünk? És ha nem tetszik, vissza? Na, vagy ha tetszik, nehézi, akkor így marad? Na, ezért jó nagy fejűnek lenni. Látjátok, mert gyerekek az étet... Nincs rá igény, vagy mi? Nincs rá igény. Senki nem akarná ezt a fejet cipelni. De például így mondjuk 30 év múlva lehetséges az, hogy valaki rossz testben születik, vagy nemet akar váltani, és azt mondja, hogy ő férfi, neki férfi feje van, de tegyék fel egy női testre, és ez megvalósítható lesz, és 40 év múlva azok, akik nem érzik jól magukat a saját bőrükben, azok kapnak férfi fejjel egy női testet, ahonnan majd az agy biokémiai működése alapján a hormonok alapján csak eltűnik a szőr, és elkezd elnőjesedni a férfi fej. Azért ez ebben a formában érdekes. Én nem hiszek benne nagyon, bár nem értek annyira, de azért az idegpályákat hát, hogy kötik össze egyáltalán? Hát rengeteg idegsejt, amikor jönnek, mennek, szállítják az információt, bocsánat, hogy? Kar visszavarás van, láb visszavarás van. Innen már csak egy ugrás a fel. Hát bocsánat, minden így indul el, kezded az alapoknál, és most már van olyan, aki... A Szabom nagyon jó koptató szalagot varagatja száramon. Igen, például azt is, és aztán abból később öltönt is tud varni a Szabó, mert megtanulja. Tehát az alapot megtanulod azzal, hogy koptatót varsz a nadrág aljára, és aztán egyszer csak fogsz majd öltönyt is varni, hát ez ugyanaz, hogy mondjuk egy végtagvesztett tehát embernek igen, meg tudják menteni ma már a karját, igen, akkor elméletileg ezen analógia alapján ez is elképzelhető, hogy egyszer fejet tudnak átrakni. Hát miért ne? Tehát, hogy mondjuk a komolyra fordítva a szót, hogyha mondjuk egy nagyon komoly balesetben annyira roncsolódik a test, hogy a fej viszont teljes épségben marad, és adott esetben van egy lehűtött, vagy nem tudom minek igen, nevezzük, egy donor test, aminek viszont a fejére már úgymond nincs eszük, de olyan furán hangzik ez az egész, akkor a kettőből lehet egy egészséges csinálni. Így ember van, csinálni. Így van, és akinek a feje ugye jó volt, az kap hozzá egy jó testet. Hát itt most arról van szó, hogy olyan emberek ültetik át más testbe a fejüket, mint például ez a pacák, aki egy olyan betegségben szenved, hogy teljesen lebénult és sorvad a testet. De fejileg, agyilag ugye teljesen rendben van, és az ő fejét próbálják meg egy normálisan működő testre átültetni. Tehát neked az emlékeid, a gondolataid valószínűleg megmaradnak? Megmaradnak hát akkor, nem? Hát az, ha az agyban tárolódik, akkor megmarad minden. A bomba nem? formában lévő Kirk Douglas nyilatkozta, hogy még már nem emlékszik annyira arra, hogy szerepelt a Spartacusban, de még mindig nagyon büszke rá. mert az lenne egyébként, hogy előbb-utóbb, ha ez működik, akkor nyilván valóan ez is hogy bekerülne mondjuk így a hollywoodi a sztároknak így a szépség kellékei közé. Vagy a fiatalizáló tevékenységei közé, hogy lecseréltetnék a testüket azért, hogy fiatalodjanak, aha, nem? Hát az arca az megmarad, öreg? Hát, szó-szó. Aha. Na, megkérdezünk egy idegsebészt, hogy mit mond erről. Jó, fölhívjuk a hírek után, hogy ő, amikor először elolvasta ezt a hírt, egyébként lehetségesnek tartja, ha nem is most, mondjuk az elkövetkezendő 50 évben fejlődhet-e oda az orvostudomány, hogy valakin egyszer egy valódi fejátültetést hajtsanak végre úgy, hogy életben marad, működnek a szervei, működnek az agyi funkciók, tudja mozgatni kezét, lábát, és fejcserélt emberként élt tovább. Azért ez egy érdekes dolog szerintem, nem? Hogy lehet, hogy ez most még a jövő, de 50-100 év múlva akár már rutin műtétnek is számíthat, nyilván kis túlzással. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egy nagyon érdekes témát boncolgatunk, miszerint egy ritka betegségben szenvedő orosz lehet az első fejét ültetett. Hát itt azért soka lehet. Nyilván véleményes a dolog, amerikai idegsebészek is nyilatkoznak, hogy szerintük ez effektíve lehetetlen. Minden esetre van egy olasz, aki azt mondja, hogy körülbelül egy év múlva hát lehetséges, hogy fejet ültessenek át.
És ugye a dolog nagyon érdekes, mert azt feltételezhetjük, hogy mondjuk az agy tárolja az emlékeket. Uh-huh. Ott van az emberi lélek. De mi van, ha a személyiség egy része, a gondolatok, az érzések nem mennek át az aggyal, csak a biokémiai funkciók, hanem mondjuk az a szívben marad. Hmm. Akkor, ha mi mondjuk hárman erre a dologra vállalkoznánk, és fejet cserélnénk, de ülési sorra ment cseréljünk hát. Fejet. Tehát te jössz hozzám, én megyek hozzám. Jaj, nem áll! A Feri... A Feri jön hozzám. Igen, én megyek hozzám. Jó. Tehát mi történik? Mondjuk 50 év múlva ez a dolog lehetséges. Tehát a fejed jön? Vagy a tested? Jön. A fejed jön, de a személyiséged megmarad, mert mondjuk a szívben van a személyiség, a lélek, aha. A lélekhez kapcsolódó attitűd és minden, amit te szeretsz, amihez vonzódik a tudatalat. Itt mondjuk azt, hogy ez a szívben van, és nem az agyban. Aha, és a te fejed átjön az én testemre. Én megkapom Janiét. Tehát elképzelhető, hogy Balázs testtel, Jani fejjel. Csak hát ugye oda megyünk haza, tehát az a fejjel megyünk. Nem, azért akarom mondani, hogy vigyázz, tehát ha te haza. Testre... Nem, az de. Most pont azt mondja, hogy a szívében van. Akkor én maradok. A lélek. De igen, a családtagok erről nem tudnak, a fejjel mész haza. Aha. A fejjel mész haza. Aha. Tehát Balázs haza a te testeddel, a te szíveddel, a te emlékeiddel, és a saját fejével megy majd így haza. Van, tehát az és ő feje. És azt mondja nekem Béka, hogy... De várj. Igen. De én nem a békához mész. Így van. Én a tiédet kapom meg. Én a te testeddel, a te szíveddel, a te emlékeiddel megyek majd haza így hozzánk. Van. Feri pedig az én testemmel megy haza, ami mondjuk elég mókás lesz. És akkor milyen szituációk történnek? Tehát én a testemmel, a te fejeddel állok egy leértékelésnél, és nem tudom, mit keresek ott? Vagy tudom, hogy mit keresek ott, mert a te fejed igen. Odavitt. Hát nálatok például az lesz ott, hogy majd a Viki majd nem fogja érteni az egész szituációt. Borsos tokát! Te nem tudtál tegnap még borsos tokányt főzni? Érted, mert a te fejed van, az én testemmel, és az én szívemben benne van a borsos tokány és a krémbrülé. Így van. Ja, és én akkor úgy igen. Megyek haza, hogy én ezt megcsinálom. Igen, és a fejed Béka. Pedig tiltakozni fogsz, hogy úristen, nem ülök be egy alfába. Nem ülök be egy alfába. Érted? Hát, de hát a szíved felégnél... meg oda fog vinni, mert az az én testem. Na, Feriéknél lesz nagy csodálkozás, mert előtte ugye ezt a sokkot, amit majd a Béka fog átélni, akkor, amikor majd hazamegy Feri az én testemmel, de hát, hogy nyilván majd kompenzálj utána. Harmadik mellett. Igen, sose akarom. Volt ilyen. Ja, mert nyilván. Azért ez egy érdekes helyzet tényleg, hogy akkor te a donornak a testét kapod meg az ő uh-huh. Szívével. Ugye az akár ez egy szívátültetésnél is felmerülhet azért ugyanakkor. Hogy ne ülsz be ebbe az autódba, kiabál majd Móni. Igen. Ez egy érdekes dolog, és én kapom meg a te fejedet. Igen. Ugye? Igen. Igen, de és te ugye Mónihoz fogsz hazamenni a testeddel. A te szíveddel és emlékeiddel. Így van. Az kemény. Az kemény. Ugye ez ugye egy szívátültetésnél is felmerülhet. Hm. Hát abban van igen a lélek. Nekem aha. Elmondják, hogy milyen lehetett a donor, vagy milyen volt, és akkor készüljek föl az ő testére, az ő szívére, mindenre, ami működik. Csak egy új fejet kapok, én viszem a saját fejemet. És kezdek el olyan dolgok iránt érdeklődni, vagy szeretni, amit ő szeretett, amit, a vagy szeretett amit az ő teste szeretett. Tehát a személyiségek is kicsit kicserélődnek majd. Így van. Ez egy érdekes dolog. Na, megkérdezünk egy idegsebészt, hogy elvileg ez lehet-e. Nyilván jelen pillanatában az orvostudománynak valószínűleg nem. Tehát, hogy kötöd össze ott az idegpályákat, egy csomó mindent. Magát a gerincet egyébként. De nincs minden veszve, Béka. De gondoljatok bele, ez innentől kezdve, mondjuk ez 50 év múlva lehetséges. És mondjuk a lélek a testben van. Vagy a fejben. Megszívtuk egy. Egyrészt megszívtuk. Kettő, akkor én majd, nekem előregedik a testem. Bejelentkezek egy fejátültetés, és azt mondom, hogy szeretnék újra egy 20 éves testet. Az agyam mondjuk még jó állapotban van. Mi van? Most mit rövsz? Nem eszembe jutott, hogy tényleg jól egyik a hallgató írja, hogy Jani Balázs fejjel elborulna, hogyha nem abban az irányba cserélnék testet, mint ahogy eddig, hogy megkapnám az én a te fejedet az én testemben, és egész egyes barai mondjuk veled nagyon kiszúrnának. Neked egy hónapig nyakizmot kéne erősítened. Balansz! Ki volt az a rohadék, aki egy ekkora testre felrakta ezt a fejet? De nem, tehát innentek na, ez bocs. Az örök élet is lehetséges, hogy én mondjuk 60 évesen azt mondom, hogy szeretnék egy fiatalabb testet. A fejátültetés egyszer lehetséges. Ugye minden, ami egyszer lehetséges, az onnantól kezdve már csak pénzkérdés, hogy magánklinikán neked mondjuk x millióért megcsinálják. Te majd fejátültethetve kaphatsz egy 20 éves kasznit magad alá? Simán.
Hát a szervei azok, amik előbb elhasználódnak, az, egy jó kasznit, előbb az agyaddal nincsen gond. És ott leszel 80 évesen összeasszottan, iszonyat szerkával, hát, 20 éves teste futnak majd fejet ültetett amerikaiak fiatal testben öreg fejjel. Hát az agyad se fog már úgy működni. Meg a végét, kis nagy. A lázacsal olyat kap, hogy járni nem fog tudni, csak jöjjön na, már ide. Ugye? Csomborkozott. Tehát innentől kezdve, most nyilván nagyon fantázia, amiről beszélünk, de innentől kezdve hát, egy 70 évesen... működik, igen, azért működhetsz testileg is jól. Működik az agyam, és azt mondom, hogy kérek egy 30 éves testet. Kifizetem, megkapom. Minden Masters futóversenyt megnyernék. Csúnya világ lesz ez, gyerekek. Azért a természet valahogy ezt kitalálta, hogy a testtel együtt a fej is, a lélek is, a szív is, az agy is múljon el, legyen újra por, majd aztán él legyen újra. De azért, amikor ezekbe így elkezdenek majd belenyúlni, hát itt azért szörnyű világ lesz előbb-utóbb. Gondold el, nem? És a naprendszerek közötti utazás, amikor donor testeket visznek magukkal az űrhajósok, és csak a fejeket rakják át. Na jó, ez már picit nagyon jó. Kicsit már beúszott. Stanislav Lem. Isaac Asimov. Igen, kicsit messzire mentünk. Na, megkérdezzük ezt egy idegsebésztől, hogy mit mond. Dr. Székely György már itt van velünk. Jó reggelt kívánunk, doktor úr, hello. Jó reggelt kívánok, szervusztok, üdvözlöm a rádió hallgatóit is. Na, nem tudom, hogy olvastad ezt a hírt, nyilván mi itt félig meddig hűlünk, igen, de egy olasz pali tényleg azt mondja, hogy jövőre komoly pénzből, komoly orvosi tímmel ezt ő elvileg meg tudja csinálni. Igaz lehet, vagy nagyon nagyot lódít az olasz idegsebész? Hát én nem látom ennek a lehetőségét jelenleg, technikai lehetőségét, és az elvi lehetőségét sem. A következő okok miatt. Ugye össze kéne kapcsolni az agyat a testtel, idegi pályákon. És ezek az idegi pályák, ezek úgynevezett centrális pályák, amik ha sérülnek, akkor az idegsejteknek a hüvelye az gyakorlatilag visszahúzódik, és nem marad ott. Tehát ezt tudom, hogy ez így most elég nehezen érthető laikusnak, de Nincs mit összekötni, ugye? Igen, tehát valahol a fejet le kéne venni, ott megsérül az idegpálya, hiába teszem át egy másik testre, a fejnél, a meccésnél már sérültek az idegpályát, amikor félbevágok egy almát. Az ideg tud nőni, csak neki kell egy hüvely, amiben belenő. Most a periférián, tehát a végtagokon ott van a svansejt, úgy hívjuk, a periférián viszont a gliasejt van, ami nyúlványokat ad, több nyúlványt, és az képez egy-egy gyűrűt, és hogyha abból kijön az axon, tehát az ideg nyúlvány maga, akkor az visszahúzódik, és megszűnik maga a hüvely pályája. Ugyanazt tanulta minden orvos. Hogy mondhatja akkor valaki, ha nyilván valamennyire épelmű, hogy szerintem lehetséges? Hát ez így nagyon egyszerűnek tűnik. Megsérül, nem épül újra, tud kommunikálni, nem tud információt szállítani. Tehát hogy mondhatja mégis azt, hogy szerinte ezt egyébként meg lehet csinálni? Hát azért ez hajmeresztő így. Én nem láttam még olyat, hogy a gerincvelő sérületeket eredményesen rehabilitálták volna olyan tekintetben, hogy visszanő. Ugyanaz a helyzet, mert az is egy centrális gerinc, vagy egy centrális idegrendszerhez tartozik, és hát ott nem tud egyszerűen a visszahúzódott velős hüvely miatt nem tud belenőni az idegnek a rostja. Tehát, hogyha azt mondaná ez az ember, hogy ez megvalósítható, akkor gyakorlatilag az összes olyan kerekesszékes embert fel lehetne állítani, akinek gerincsérülése van. Aha, de viccet folytatva, az előző menetetekben, ha reagálják rá, hát azért a 80 éves ember mondjuk kapna egy új testet, 20 éves testet, az nem lesz 20 éves. Ugyanis az agynak az a jellegzetessége, és ezt a teremtő, vagy a természet, vagy nevezhetjük Jóistennek, mindennek, aki ezt létrehozta, az úgy hozta létre, hogy az idegsejtek pusztulnak minden nap. Ha semmit nem csinálunk, akkor 8-10 ezer idegsejtünk elpusztul. Tehát az agyunk 80 éves lesz, és nem 20, és egy 80 éves aggyal nem lehet azt a teljesítményt csinálni, még hogyha egy 20 éves body van alatta, akkor sem. De hát a szíve az még szállítja a vért, a tüdő jól működik, végrehajtani az agy? Nem, bizony, mert az agy már 80 éves, és az agynak a kapacitásának a fele, vagyis a gyereksejteknek, hát a fele talán nem, de egy elég jelentős része már elpusztult. Tehát ennek van egy kora, amit a maximum meg tud élni az ember. A tüdőnek a maximális kora az 160 év a mai számítások szerint. Az agyé ennyi nincs. Jó, ezek rossz hírek. Ezek rossz hírek, akkor az örök élet reményét keltő
Igen, itt ide valaki, és igaz, hogy a test ugye 20 éves, a fej 70 éves, a 70 éves Pali lenéz, ó, hát erre már nem is emlékszem, ez mi történik. És nem érted a reakciót, igen. Igen, igen. Nem is látod, hogyha egy nagyon bátran gondolkozzunk most, tényleg legyél nagyon, engedj el mindent, és azt mondod, hogy 30 év múlva azonban elképzelhet, hogy ezt meg lehet oldani. Arra van reális esély? Hát elektronikával. Az idegi összekapcsolás. Magyarul az, hogy a föntről jövő ingerleteket elektronikát fogja átvinni az alsó pályákba. Erre már vannak komoly kísérletek egyébként végtagmozgatáshoz, és biztatóak is, de hát nyilvánvalóan, hogy azt a finom mozgást és azt a célirányos, és tehát az összes lehetséges dolgot, amit egy egészséges ember tud, az nem tudom, mikor fogja tudni az elektronika, ha egyáltalán fogja tudni. Úgyhogy ezek nem ilyen egyszerű dolog. Ha Balázst, ha látnád, milyen szomorú te. Na minden. Ne, hát igen, írja egy hallgató, hogy azért azt megnézni, amint hazamész egy szorgos nap után, és a Jani fejével belenézel a te hűtődbe. Vagy a Jani hűtőjébe te belenézel fel, igen. Tehát egy szorgos nap után hazamész, és kinyitod a Jani hűtőjét, igen. De állítok, a 70-es években ezzel már kísérleteztek majmoknál, mármint hogy fejátültetéssel, az se nagyon sikerült. Ez egy bevett dolog, hogy először az állatoknál, ha az elkezd nyilván működni, akkor lehet abban gondolkodni, hogy előbb-utóbb az embereknél is működhet? Hát még hamarabb, tehát úgy értem, hogy még korábban kell kezdeni, mint az állatok, mert a in vitro, tehát még élőlények nélkül is lehet ezeket a dolgokat előkísérletezni, vagy modellezni, tehát azért ez nem úgy van, hogy elkezdjük, és egy ember fejét gyorsan levágjuk, aztán megnézzük, hogy sikerült-e vagy sem. Nyilvánvaló, ennek megvannak az etikai szabályai. Ezek a 80-as évek kísérleteiről csak fél füllel hallottam, de tudományos, a valóban elfogadott tudományos irodalomban ezek nem szerepelnek. Valaki csak kísérletezett. Hát nagyjából erre a válaszra számítottunk, igen, ezért is érdekes ez az olasz doki, aki azt mondja, hogy jövőre elvileg, ha van elég pénz, akkor ő ezt bevállalja és megpróbálja megcsinálni. Érdekes. Jó, hát hallottuk már a klónozott gyerekeket is, aztán nem láttunk még egyet. Hát hogyne, persze, mindig van valami olyan jelölt, aki kicsit Istennek képzeli magát, és mond dolgokat, aztán kérdés, hogy ebből mennyi minden valósul meg. Doktor úr, köszönjük szépen, jó munkát kívánunk neked. Köszönjük szépen, doktor Székely György, idegsebésznek. Hát akkor egy ideig gyerekek, mindenki marad. Hát vagy a fiatalon kell tartani az agyunkat. Hogy? Hát kijárogatni játszótérre, tudod, ugrókötelezgetni, meg hogy hívják ott, ugróiskolát játszani, lapáttal homokozgatni, stb. És akkor átverjük az agyunkat. Akkor inkább keresztre is, mint fejtek azért, mint hogy... Ne szaladj ennyire előre. Ne hagyjon ki nyilvánval, mondj ekkorát. Ismerjem a saját képességémet, azért először fogjak egy homokozó lapátot, igen. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt.